Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos szombat kora délutánon, így ebéd után. Én Jack vagyok, és ma a Deep Rock Galactic Survivor-rel fogunk játszani. Elnézést az időnkénti kis rövid agyfagyásokért. Kicsit rohanós is sikerült a reggel, aztán még most érem utol magam. Szóval, törpézzünk tovább. Folytatjuk a kis autós shooterünket, nagyon addiktív, nehezemre esik nem játszani offstream. Ugye mondtam, hogy majd fogok offstream fegyvereket farmolni, mentem is egy kört a scouttal. Egyébként sajnos, sokkal jobban megy amúgy offstream, mert akkor itt van 100%-ig a figyelmem, sokkal hamarabb észreveszem a helyzeteket, sokkal jobban tudok reagálni, sokkal jobban gondolkodok azon, hogy amit csinálok, az mit is fog eredményezni. És hát egykor alatt rögtön állokoltam is egy új fegyvert, és hát azért nem akarom elkezdeni kifarmolni a meglévő fegyvereket max, ugye 12-esre, hogy utána lehessen rájuk overclockolni, mert közben állokolok mindent is, és nem akarom azt, hogy legközelebb, amikor stream van, akkor már minden állokol van, és csak toljuk, úgyhogy igen, végül úgy voltam el, hogy nem, akkor inkább farmolunk simán on stream. Úgyhogy ja, ennyi a helyzet, tehát gyakorlatilag majdnem ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, mondom, egy kört mentem a scoutra, egyébként szerintem a legerősebb köröm ott, brutális RNG-t kaptam, és hát a boss a közelembe nem ért, szétolvasztottam, ugye izét toltam ennek a második szintjét. Köszönjük, szétolvasztottam, meg hát szóval az első három szinten konkrétan sebzést nem kaptam be, tehát brutális. Egyrészt sokkal jobban tudtam, figyelj, meg nagyon jó RNG-t kaptam, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Ugye itt legutóbb ezen a küldetésen akadtam itt ki, ugye, hogy a varacskosnak ugye az egy baromi jó sádgán kell a 24. szintjét elérni, és ugye egy klassz van, aki ezzel indul, a mérnöknek ugye a barkács alklasszja, és én az még tovább is azt tartom egyébként, hogy ő a gyengébbek közé tartozik, de közel sem annyira gyenge, mint amennyire nekem pocsékú ment vele a játék. Úgyhogy folytassuk ott, ahol legutóbb a bajtuk. Közben hello mindenkinek, sziasztok, Máté, András, szia Panda Channel, igen, rég nem voltál, nem baj, ugyanúgy üdvözlünk, mint mindig. Hello mindenkinek, sziasztok, Dávid, Zsolt, Gábor. A farm is érdekes. Van akinek az, van akinek nem, de azért sem akartam farmolni, mert mire minden kihúzok 12-es szintre, hogy megvan a fegyver, állókorok megint új fegyvereket, és akkor az lenne végül, hogy mindent is ki kéne húznom, azt meg ugye nem akarom, tehát azért az új fegyvereket azt veletek együtt szeretném megnézni. Úgyhogy ássunk bele! Na. Szerintem ráestünk egy virágra, mert rögtön egy virággal kezdünk. És nagyon fontos, hogy ebbe a körbe nagyon rá kell menni a varázskosra. Ugye, lehetőleg meglegyen a 21-es szint, aztán ha nem is most, de egy-két körömből ugye meg kell csinálni majd a merülést is. És scouton nagyon sok alapanyagot is gyűjtöttem, olyan brutál, tehát kaptam nagyon-nagyon sok lila meg kék, szinte majdnem minden szint lépéskor lila meg kék upgrade-eket izéltem, nagyon sok run speed-em volt, nagyon sok mining speed-em, és mellett egy golyószóró volt minden, úgyhogy igen. Most nem tudom, hogy először miről szól. Ez egy úgynevezett autoshooter Panzer, ami gyakorlatilag az a lényege, hogy te sokkal inkább a helyezkedésre, a taktikázásra és a random, tehát random módon generálják a pályákat, random, hogy milyen fegyvereket kapsz, és random, hogy milyen fejlesztéseket kapsz, ugye a fejlesztés az lehet. Megvárjuk. A fejlesztés az ugye lehet fegyverspecifikus, fegyvertípus specifikus, vagy éppen a karakteredre szól, tehát nagyon sokféle fegyvered, de ugye ez random, hogy miket kapsz. És ezért kicsit van ugye egy RNG újratöltési sebesség. RNG jelen... Nem szeretnék izzére menni elektromosra. Jó lesz nekünk a tűzgyorsaság, mert az ültetés sebesség. Van ugye benne egy RNG is, ami ugye hol jó, hol nem jó. Ez adja meg valahol a savaborsát a játéknak. És hát ugye teljesíteni kell a különböző pályákat, ellen jobb izéken, de lényeg, hogy ouch! Te csak helyezkedsz, meg taktikázol, nem telősz. Tehát ugye ezért autós shooter, mert ugye minden fegyvernek megvan a... Lőd szét, jó. Majd itt kerülünk egyet, öt fölrobbantjuk. Mindjárt ráhúzom az formát ezére. És egyébként meglepően addiktívak ezek a játékok.
Ouch, ouch, nem figyeltem. Na igen, erről beszéltem, ilyet offstream nem csinálok. Mert ugye nem olvasok például csetet közben. Szia Black Wolf, neked is hello. Jó. Új fegyver. Próbáljunk rámenni. Legyen az őrtorny. Ugye azt akartam, hogy ebbe a, hogy ő vele ugye ne annyira az őrtornyokra menjünk. De az az igazság, hogy a galvánt nem szeretem. És ha meg őrtornyozunk, akkor már inkább ez. És tudom... igen. Megáll a cukor! És tudom, hogy tudom rerollolni a kapott fegyvereket is. Most konkrétan nem tudom, miért nem tettem. Most lett volna tökéletes. Nem fogom tudni kibányászni azt onnan. Vagy hát kifogom, csak nem könnyen. Még a boss előtt ki kéne, és az elit előtt ki kéne. Robbanj fel. Jó. Nem jó, nem jó, nem szabad most. Mindegy, most nem muszáj vagyok. Na igen, az ilyen bambulások... ból jönnek a problémák. Nem baj, ez még lehet jó. Jó, most egész táposra sikeredett a shooting már rögtön. Ú, ez érdekár. Megy. Már kár, hogy... Aha, kipucolták nekünk, ezért szuper. Viszont itt van a magtera is, akkor őre rá kéne húzni. Á, nem. Nem akarom ráhúzni, mert szeretnék még itt farmolni egy kicsit. Nagyon kis szintűek, igen, 12-es szint alatt nem kéne tovább menni a következő pályára. Viszont így meg nem fogom tudni lehívni, mert ez a hülye magter, ez olyan... Ugye ez nyíl egyenesen követ, tehát ő kb. Mindig elől lesz. Nem. Ezt akartam elkülni, mindegy, nem tudok mit csinálni, hogyha ráhúzom, ráhúzom. Gyerünk. Ja. Jó. Meglátjuk, ez még lehet akár jó is. Na ez király, végre egy jó upgrade. Plusz egy őrtorony, vagy követnek. Plusz egy őrtorony. Na, lépjünk le. Plusz sebzés, gondolkodás nélkül. Ezt még megpróbálom beszedni. A mágnes, kell a mágnes. Ú, az ja, most... Jó, ez nagy, ez nagy, ez nagy. Nagyon jó, ez most nagyon jó. TP gyűjtés. Első pályán ez még nagyon jó beszedni. Hát ezt kiszámoltuk. Na így azért ez egy nem rossz izé. Akkor viszont jó, jön még őrtorony. Na így viszont jó lett volna ezt is elvinni elektromosra. Korea Dive? Mire gondolsz Dive alatt, hogy bementem az elsőbe, vagy Korea Live? De amúgy nagyon... igen. Sziasztok, nősz, hello, rossz, járpád. Nagyon tetszik eddig? Majd nézd egy kicsit, mert ez egyébként az a játék, amit merek ajánlani. Ez sajnos nincsen benne a Game Pass-be, de talán 9 euró. Tehát, kérdés nélkül. Ezért kár, hogy ő nem kapja. Ugye, aki új, vagy még nem annyira tudja, hogy ha rámérsz egy upgrade-re, akkor mutatja, hogy melyik fegyvereket erősíti. Ugye itt írja is, hogy lövedékes fegyver, és hogyha itt nem, de itt megnézed bármelyik fegyvert, akkor írja, hogy például átlagos, kinetikus, szóró, lövedékes, akkor vannak ugye ilyen típusú upgrade-ek, ami különböző fegyver típusokra hatnak. Ez most ugye a lövedékesekre, ez nagyon jó egyébként. Ezt mindenképpen meg kell venni. Van még... erre mindenképpen érdemes, mert ez ugye kell nekünk, erre már nincs pénz, ez meg olyan annyira nem jó, okés. Menj ezt tovább. Viszont, mint felvetett... az a baj, András, van olyan build, amivel meg tudom csinálni. Én nem vagyok benne... Tehát főleg nem ezzel a kezdéssel, tehát mondjuk egy Gunnerrel még hamarabb meg tudom csinálni. Bár most úgy hirtelen egész táposak lettünk, egy Gunnerrel még hamarabb meg tudom csinálni. Izével nem annyira, tehát nekem ez a klassz, ez még kicsit olyan necces. Elhiszem, hogy föl tudom vinni, tehát itt azért ne felejtsük, hogy van, aki úgy végig vissza a Dark Souls, hogy egyszer nem találja el az egyik boss se, én nem ez a típus. Ember vagyok. Ouch! Főleg nem így. Jó, menjünk a supplyért. Most itt csak takarítunk, a második hordát is bele kéne. Bár ez nem, az nem szokott menni. Nem kell nagyon, nem kell túl kritikázni azért.
Aha, kicsit így most necces. Menjünk ki neki gyorsan. Áó! Rohagy meg. Négy, ezek legalább egy picit bányásznak nekünk. Aha. Most elég jó a sebzésünk amúgy hirtelen. Nagyon... Van meg, nem vettem észre. Ez teljesen az én baromságom volt, nem vettem észre a robbanóst. Ezekre rá is húzom, az jó lesz nekem, varaskos. Muszáj a varaskosra menni, mert kell a küldetés. Nice, ez nekünk teljesen jó. Életerő. Kérdés nélkül, már lassan ikon alapján tolom a izéket. Ikon szín, oké, okay, az kell. Jön a kövi hord, vagy a swarm. Na, robbanj. Robbanj. Alakul, alakul. Sebzés. Na, jó az a soti. Amúgy tényleg jó az a varázs. Ez már másképp volt, hogy erre rámentünk ugye, küldetés miatt, és nagyon király volt. Meg most viszont egész jó RNG-t kapok. Ezt csak a izé miatt kell, 21-ig el kell vinni, úgyhogy nem, ez túl jó, ez túl jó. Ezt még lehetőségem bőven felhúzni, azt majd meglátjuk, lehet, hogy most szóltam el magam. És ezen a két szinten fog múlni. Most kéne egy mágnes, nem látunk mágnest. Hú, gomba, de jó, hogy mondjátok, tényleg gomba, elmegyünk gyorsan gombászni, nem vagyok valami gyors. Védelmező. Jó. Az azt hiszem a lassabbak. A szaboló a gyors. Jó, hogy mondod a gombát. El is felejtettem. Ó, és jön szembe a rohadék. Ouch! Szakadjon rád az ég. Tudtam, hogy nem fogom bírni kikerülni. Nem baj. Ugye most nagyon lassúak vagyunk a izé miatt. De nem baj, majd remélhetően kapunk tűz, mi az walk speed-es üzét. Ez felszettem, innen jött most a persze a üzés. Sebzés. Ja, hát egyértelmű, hogy ez, hát ez minden fegyver, ez meg csak kinetikus, jó. Nagyon jó, ez nagyon brutál gyors az újratöltés sebességünk, az nagyon király. A shotin. Jó, gomba, bocsánat. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Páncélzat, az szuper. Nagyon sokat sebződök, mert bénzse vagyok. Na most kell elkezdeni majd viszont figyelni, mert innentől már szí. Amikor ezek elkezdenek erősödni, akkor onnantól egész gyorsan ugye erősebbek lesznek. Pakolj le ide, úgy. Out. Na, ez hogy került oda? Még három gomba kell, és nem tudom, hogy honnan lesz. Ó, rohagy meg, és jönnek szemből is. Nem baj. Á, de lassúak vagyunk. Most ugye nem opció az, hogy keresztül lássam magam a dolgokon, és ezért... necces. De viszont elég szépen olvasztunk magunk előtt, aminek örülök. Hol van még gomba? Hát megőrülök. És mindig, amikor találnék valamiért, na itt tudok egy kicsit bányászni, abban a pillanatban jönnek a rohadékok. Új. Jó. Nem lesz meg a gomba, nem tudom, hogy hol van még. Na ezért utam ezt a gombás küldetést, mert 12 kell, és egyszerűen hiába nem tűnik soknak, meg fogunk halni. Nem fogunk tudni őket megölni. Most fogok ide beszorulni, és így van, itt a vége. Na ezért nem szabad egy pályát elhúzni. Most már konkrétan aktívan menekülnöm kell. És reménykedek, hogy időben meghal a boss. Én ezért nem teljesen... Tehát amikor már minden bónusz ki van húzva, minden fegyver ki van izve, akkor elhiszem, hogy lehet. De így alapszinten én ezt a 25 szint egy pálya dolgot, ezt nem annyira... Hát olyan gyorsak, hogy már nem tudom lehagyni őket. Hát, de András, az volt a baj, hogy látod, tehát annyira gyorsak a végre, hogy már nem volt időm izélni. Mindegy, újra.
És most hallgatnom kell az érzéseimre, és nem kell végtelenség húznom egy pályát. Meg elcsesztem, ez a rohadt gombás küldetés, ez kiidegel. Ezt nem szeretem. Én az egész rohadt pályát áttúrtam már, és nem lett meg. Mi kell nekünk ezt? Elérte, kiváló törpe volt, így van. Rossz volt az artifact? Nem lett volna rossz, hogyha mellé kapok movement speedet. Plazma? Legyen plazma, az jó. Tudom, hogy a hatótáv is menő, de azt nem inkább akkor menő, hogyha kapsz ismerni mondjuk áthatolót. Mert úgy jön meg álba, az, hogy rohadt messzire elvisz, kit érdekel. A plazma szerintem jobb lesz. Nem erre a pályára lenne ideális, hanem ugye arra növényesre. De ide sem rossz. De sokan... Ilyen hamar? Ja, mert ez már izé, harmadik szintű merülés. Ezt kipucoljuk. Virágos quest van, az nem vészes. Jó, nice. És a gombás quest az új mumusom, de jó. És nyakig van az egész, persze. És ugye most én nem vagyok elég gyors bányászásba. Jó, szerencsére visszapattan egy csomó lövedék. Hú, ezt ki kell pucolni. Még most, amíg nem érnek utol, lesz legalább ezeket. Gyenge. Jó. Ezt itt még próbáljuk meg szétkapni. Ó, rohagy meg, jó. Hát, ez most sebzős lesz, de nem tudok mit csinálni. Hát ezt megoldom, megúszom se... Na ezért jó, hogy visszapattannak a plazma üzék, mert ugye így csak előre-elő a shot ide hátrapattan, hogyha előttem van a cucc. Na, hát akkor őrtornyozzunk. Ez korán volt, igen, ez nagyon korán volt. Ó, rövid ég egy helyben állsz, elindulás után átmenetileg megnő a mozgási sebességed 5%-kal. Ja, hogy 3 másodpercenként 5%, ez nem tetszik. Hát ez semmilyen nem valami erős. Ővel nem sokat fogok egy helybe állni, úgyhogy ez nekem nem annyira izé. Jobb híján. De jó, na ezért utána az ilyenkor felugrik valami, mert nem látom, hogy merre nem kéne menni, ha előtte nem figyelek. András, nekem mondhatod a mindenféle angol kifejezéseket, meg a ezeket, tehát tudok angolul, tudom mi a, ezért, de nem tudom mi a backfire kellene, tehát hogy most ez... Nem volt jó az a vitamin detektnőc, az vagy csak az őrtornyos izéhez lenne jó, vagy pedig mondjuk a, nem tudom, lövészhez, valamihez. A szoborunk van? Ja. Szia Károly, hello, hello. Nagyon jó. Legyen meg a küldetés, és akkor többi nem érdekel. Ja. Mondjuk 7-es szint, az horror, nagyon rossz. Ez ilyenkor még kapok üzét, ugye? Aha. Kis XP-t, páncélt, ez muszáj. Nekem muszáj, mert olyan bénán kerülgetek így live alatt. Ez nem kell most nekünk. Próbálok ugye összeszedni még ezt, azt legalább aranyat meg nitrát, de hát üdes a pálya. Sotinak van. Jó az érdése, azt a másodiknál. Aha. Bazd meg! Bocsánat. De jó, hogy keresztül jöttök a sziklán, és nem bírom őket kilőni.
Rohadjatok meg, nem baj. Jó lesz ez. Nagyon, nagyon kevés XP-t szedtem fel ebben a körben. Bossra azért már 10-es körül szoktam lenni. Most nagyon, most ez nagyon-nagyon gagyi jött össze ez a kör eddig. Még egy első körös halál lesz? Mostim olyan jó menni. Én szenvedek most ennyire. Nem baj, jó lesz ez. Na. Igen, mostantól lesz baj. Most már rá kéne koncentrálni, ez azért megdögöljön. Lootbug, hát ha lesz benne. Nem. Jó, ez itt még lehet jó. Necces, de minimális edzéssel még... Menj az utamból! Nagyon jó. Most nagyon... kezdünk szarba lenni. Nem baj. Kicsit óvadozik a busz is már lassan. Újj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 . Az vagy nem elég gyors a rohadék. Hát az, hogy gyorsabbak most már a kicsik, és nem tudom őket időbe bedarálni. Jó, most lepakoltunk egy pár... ...lackot, ez nekünk jó. Ah! Jó, azt ott föl kéne szedni. Áh, nem. Túl gyorsak nincs, tehát hogyha most oda visszamegyek felszedni, akkor itt meghalunk. Sajnos, pedig nagyon jó lenne. Nem baj, legalább egy kicsit még szinteződtünk. 12, az egy átlagos. Menjetek le a rohadt izéről! Istenem! És a fél életem elment arra, hogy ők keresztül bugolnak ezen a rohadt parlón. Én nézzük a technőcök a legkevésbé, a lövész. Technő szerintem nagyon jó a mérnök, csak nem a sotis startjával. De egyébként nincsen vele baj, csak nem az a start. Ez rohadt jó, erre mindenképpen szükségünk van, és érdekelnek az alternatívák. Amúgy ez is jó. Ez egy... igen, ez mindenképpen szerencsés. Na, ez így király. Akkor ez is legyen plazma, szuper. Nem is néztem, hogy mi az alternatíva. Na, most menjünk rohadt gyorsan, mert most morkitos küldetésünk van. Uff. Be kellett volna össze szednem a izét. Ezektől annyira nem tartok az elején. Csak most nagyon hamar jön majd az első swarm. Arra még van időm, hogy ezt is szétszedjem. Lövész a kedvenced? Én nem tudok dönteni, amúgy nekem mindegyik tetszik. Mondom, a mérnök is... Azért nem felejtsük, hogy a mérnök is volt nagyon jó körünk az őrtornyos bildjével. Jó választás a plazma? Reméljük, hogy hosszú távon is olyan... Aha, nem, ez nem jó. Ezt itt... jó, azaz. De ne gyere még! Hogy, miért jössz felé? Nézd meg, jönnek fel a kis rohadékok, nem baj, átvertem őket. Robbanj fel? Azaz. Nice. Jó, ez most király. Most RNG-zus jó izét adott nekünk. Hát én ezt le is hozom. Gyerünk! Áh! Nem baj. Ah, király. Merjem? Nem, ez. Á, ez mindegyik jó. Az volt, hogy ez nagyon király, de nagyon beszélhetett a legutóbb, és nem kaptunk még sok. Ez nem merem bepróbálni. De ez is olyan, hogy egy helyben állós. Ez akkor lenne jó, hogyha az előző agya vitamint is beszedtem volna, akkor legyen ez. Krit sebzés. Kritikus esély egyébként, nem sebzés. Krit esély, teljes életerő. És most fogunk kapni egyébként mozgási sebességet, így, hogy, hogy nem merem izé. Gyertek csak bányászni nekem? Azaz. Azaz, bányászatok csak kis rohadékok. Ez a plazma egyébként, ez fasz, bár mondom, talán nem ez a legideálisabb pálya típushoz, amit ugye nagyobbak a nyílt terek, de sokan vagytok és gyorsak is. Nem baj.
detected. Get ready. They'll be with you shortly. Még bányászás sebesség kéne, mert aha, most szarból leszek. Még túl gyorsan utolérnek. Jó, nem. Ezt itt nem merem, de merem. Jó, felépünk. Mikor jön a boss? Ezért már lehívtuk, jó. Küldetés megvan, gyűjtögetni kéne még egy kicsit, ide pakoljunk le. Még egyet. Mondom, még egyet. Hát kapják az ívet is rohadékok. Most kéne egy mágnes találni. Ahhoz kéne... Oh, ott van még egy kis arany, szuper. Mindjárt jön a boss. Most rá fogok menni, mert most nem érzem azt, hogy... A izé, ez jó, ezt szeretem. Az okos puska, ez király volt. Ennek tetszett a működése. Óvagyatok el? Rohagyjatok meg! Höpő az mindig jó. Ezt is szétszették nekem, igen, szuper. Oh, gyere ide. Mágnes, nem mágnes. Majd az, azért menekül, mert nála van a mágnes, azt tudja, hogy az kell nekem. Nem. Nem baj, robbanj fel. Nice. Oda vissza kéne menni. Na, ez most azért így egész jó. Azért fordulok csak rá arcra, hogy ott van még egy kis cucc, meg XP, nagyon jó. Igen, ezt bányáztattam még velük. Ó, szuper! Ez nem minden fegyverünkre hat. Jó, ezeket ki kell szedni, aztán meg kell próbálni még gyorsan visszamenni a izért, mielőtt megdöglik. Azért a sok XP-re mit ott hagytunk. Dögölj meg, dögölj meg, dögölj meg! Á, rohagy meg! Én voltam, hogy ezt nem begrideltem, nem kellett volna. Áucs! Kockáztatunk egyet. Aha, jó, megdöglött. Jó. Ezt még itt be tudom szedni. Nem közel sem ideális. És bányászati sebesség az jöhet. Vigyetek az utamból? És rohadékok. Na, menjünk. Ez nem volt eddig egy jó kör. Ez még csak a második. Sebzés. A hang az kicsit elcsúszott a képhez képest. Ez már most fáj. Ez mindenképpen kell. Ez nem lenne vésik, aztán most az a kérdés, hogy inkább újra lootizeljek, akkor marad 49, abból még valami jól jöhet, hogyha jól jön. Ezek annyira nem erősek. Ezt mondjuk ki kéne húzni. Ez okos puska. Igen, ezt ki kéne húzni 12-re, de... Négy, az még meg... az tüzéből vesszük. Ez az. Na, jó van, megérte. Ez is jó. Na, melyiket vettem végül? A gyógyulósat, úgyhogy ez nem kell, ugye? Várjátok? Ja, itt van, hülyagyok. Jó, ezt vettem. Akkor viszont ez lehet, hogy jó lenne, mert ugye egy nagyobb a krit esélyünk. Hozzá a krit sebzésünk, az mennyi, az 40, akkor még kettőt is megtok, mindegy, bármelyik kettőt. Mert ez őt nem. Elszámoltam magam, Istenem, hogy lehetek ennyire ostoba? Nem. Na igen, a matematológus, ugye? Hülye gyerek. Azt kellett volna megmennem, mindegy, ezt benéztem. Nem ezen fog múlni a morkit, jó? Nem baj. Nem ezen fog múlni a rán, de... Félek, hogy ilyenkor találok mágnes. Ouch. Morfitot kéne találni? Még most az elején, ezt az elején jó kihúzni, mert... Aha, jó. Ez nem húz... Hát ez egy ilyen 15. Nem tudom, mennyit ad egy nód. Kell még sok sebzés a kureteknek, mert nagyon gyatra a sebzésük. És most már azért... Á, ez meg... Bénázok. Hes, jó, menjünk, szuper. Aha. Ide pakoljunk szépen le. Jó,
tehát akarok még csak meg akarom várni, hogy onnan elvonuljanak nagy részt, hogy üljenek csak ide be a kis rohadékok. Nem? Nye-nye-nye. Jó. Jó, arra van a supply podunk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó, nice. Tűnés. Úgy, király. Szuper. Jó, menjünk supply pod landing zone-t takarítani. Bár úgy nézem, hogy ez sima lesz. Nem. Hát nem. Meglátjuk. Nem gondoltam. Esetleg félek, hogy ezt is ki kell szedni. Mindjárt kiderül. Nem kell kiszedni, nagyon jó. Jó. Sebzés vagy életerő? Hát életerőből még nagyon kevesünk van. Tűz gyorsaság ide, hát a ouch, hát a sikerül kihúzni. Mind a pakolj le, ó, ott a morfitunk, nagyon jó. Kevésszer. Ja, hogy valamelyikre érdemes elmenni, igen. Ouch! Rohagy meg. Nagyon, most ez nagyon kretén módon. Ezért nem tűnik olyan soknak ez a sebzés, amikor így belemegyek egy ilyenbe, de összeadódik nagyon hamar. Olyan szempontból nem baj, sebződünk, hogyha tudok gyógyulni cukorból. Akkor cserébe legalább ugye a max HP-m is nő, de... Meh. Robbanj. Gyerünk. Láncreakciót akarok. Jó, itt át kell ásni, nem szabad arra elmenni. Robbanj fel. Azaz. Meg kell lenni annak a 21-es szintnek valahogy. És akkor már inkább kék üzékből legyen meg, kék upgrade-ekből. Ajaj, jó. Arra nem szabad bemenni, igen. Még most itt vissza kell fordulni, mielőtt... Igen. Jó. Na ettől tartottam, hogy mondom, nehogy rám robbanjon a rohadt. Ott a Agnes. Gyere Agnes, segíts nekem. Ez az. Na ez most király. Mozgási sebesség. Tűzgyorsaság. Tűzgyorsaság. Rohagy meg. Legyen meg ez, hát meg ez a 12. Na, ezt még nem is néztem, hogy ez micsoda. Gyorsan lő ki egy gránátot, mint hogy azt eldobhatná, de közül ellenfelet veszi célba. Nem tudom, milyen, nézzük meg, mert ezt még nem izéltük. Ez jól időzített a depó érkezését. Néha sikerül. Ezért nagyon kár, ez itt most nekem teljesen hasztalan. Tűzgyorsaság. Ja, mert lövedékes, ez nem lövedékes. Aha. Nye? Jó. Ott hagyd meg, már ilyen béna vagyok. Azaz. Most kell... okosan... Jó lesz, jó lesz. Istenem, ezeket a rohadt vegyeket hogy utálom. Jók vagyunk. Menj már az útból, Istenem. Jó, mindjárt megdöglik. Azaz. Jó, még egy kis XP-t is tudtam gyűjteni, arra is figyeltem, hogy ne rám robbanjanak a rohadékok. Tűzgyorsaság jöhet, köszönjük. És irány elfelé seménykedünk. Kövi pályára elég táposak leszünk. Meg hogy nem gombás küldetést kapunk. Egy kis XP-t még szedjünk. Na, menjünk a francba. Azért ott nagyon kár, de nem lett volna már időm körülvenni érte. Mágnes volt az... Nem mondott, hogy volt ott mágnes az XP rengetegben. Hát ez van.
Ez mindenképpen jó lenne. Most a izét kéne meghagyni mi, a nitrát azt meg kéne hagyni, ezt a keveset, ami van. Jó, hát ez amúgy sem tudom, de erre tudom elkölteni. Akkor ez mind a kettő jó. A 14 ez már semmit nem ér, úgyhogy nem veszünk gold. Csak az a... Oh, bomba! Nice. Nitrát azt nagyon gyűjtenünk kell, mert az... Nagy help a sebzésünkkel. Majdnem. Jó, nem baj. Nem szeretek titeket. Ja, már felszedtem, arra gondoltál. Jó, azt hittem, hogy volt még egy a végén. Ouch, ezért kár volt, nem baj. Ott van komp, azért majd kimegyünk. Ezt túl jó, hogy kihagyjam. Be tudok ide elég gyorsan ásni? De, jó. Gyertek is sohadékok. Ide pakolunk, itt körbe visszamegyünk. Ezt okosan... Jó, most mehetünk, nagyon jó. Aha, erre nem számítottam, hogy már itt is ennyien lesznek. Ó, jó, nézzük, ezeken ses. Át kell most, mert nem tudok mit csinálni. Ez amivel ugye néha nem számolok, hogy nem tartom fejbe, hogy a pálya pontosan hol volt és hogy tudnak jönni utánam. Ezért nagyon sok ilyen backtrackinges izébe belemegyek. Enemibe. Áh! Hadd férjek el, köztetek! Jó. Még két gomba kell. Hűha! Kis rohadékok. Jó, még egy gomba. Nem nincs idő már a bogarakat nagyon felszedni. Oh, ott van még egy, jó. Ez megvan. Viszont kentesekünk is olyan nehezen szinteződik már a karakter. Ó, és oda berakta a tömegbe a supply podot, és nagyon kevés HP-n van. Na. És itt van még egy raj. Nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Itt most meghalunk. Egyszerűen ez ennyi már nem bírok át. Nem mi. Konkrétan egy bányászó sem upgrade-et kaptam az egész kör alatt. Kicsit szemétnek érzem RNG szempontjából most ezt a kört. Azeg! Egy páncélt kaptam, tehát... Kész, vége. Nem tudok, nem... És mi a szar ez már megint? Nagyon, nagyon sok ilyen zöld-fehér üzét kapok. Kész. Tudom, technőc, tudom. Ez most nem, tehát szerintem csak ez simán szarkör volt RNG szempontja. Nagyon, nagyon, 21, 17-es szintig sikerült elni, 21-ig kéne. És pedig minden normális izére rámentem, nem baj. Nem engedjük el, de valószínűleg soha többet nem fogok ezzel a subquest-szel játszani, mert most megint ne bombázunk. Ilyenkor bezzeg ide teszi egy helybe. Zühelem ezt a gombás küldetés. Nem baj. Legalább meg lett volna a 21, de nem, mert én mindent akarok egyszerre, mert egy barom vagyok.
Pedig megfogadtam, hogy csak legyen meg ez a szar, és utána elengedhetjük ugye a... ezt a varacskosos subquest, úgyhogy most tényleg nem, hogyha lesz, akkor ha kell a csupa piros közül is, jó azért nem, de... most nézzük, itt vannak a pirosak, hagyjatok békén! Nem így értettem a pirosokat. Piros upgrade-et szeretnék, nem bogarat. Ó, van, Elzi. Hadd haladjak. Az baj, hogy nem varázsgomba. Igen, azzal egyek, bár nem is könnyebb lenne, hogy halúznék mindenfélt, azt hinném, hogy valami kedves barátok a bogarak. Jó, nem erre most... és bele... ne akadjál már bele, hát megőrülök. Jó, most itt nem fogod tudni... de, jó. Akartam, hogy nem fogom tudni kibányászni, ugye nagyon gyors ez a piros szar, de szerencsére gyenge annyira, hogy most még ki tudom... ne tudom ölni. Hát igen, valóban kéne varázsolni XP-t, de már itt van a Swarm, és nem tudom kibányászni időbe. Hát ennél fosabb kört komolyan, és még a küldetés sincs meg, ugye azzal tudnék még szintet lépni, de nem. Nem lenne szabad ezt a küldetést próbálnom, mert csak fölidegesítem magam vele, és elmegy a kedvem a játéktól komolyan. Nem tudok mit csinálni. Jó, legalább ez most összejött. Gyorsan be kell menni. Van még ott mit kibányászni? Nincs, jó. Rájuk kell húzni. Nem, még ne... ó, rohagy meg, ez én hülyeségem volt. És mik ezek a szarok? Most nem tudom mi az RNG most. Offstream meg olyat kaptam, mint hogyha az lenne a streamer build, úgymond. Nyertek is rohadékok. A gránátotónak amúgy tényleg jó sebzés, az menő. Jaja, én is erre gondoltam, Gergő. Jó, hát most konkrétan 6-os szintűek vagyunk, és be kéne fejezni ezt a kört, mert bele fogunk halni. Olyan fos RNG-t kaptam végig. De ne a kristályt lőd! És arra lefele lő, tehát nem tudom, furán csinálja ezt a shotit. Ugye ezzel a múlt külájában is morogtam, hogy analóggal lehet, hogy könnyebb lenne, így nagyon szívás. Na végre valami normális, ez jó. Ez amúgy, ez brutál jó. Ez talán az egyik legerősebb upgrade, amit kaphatsz. Próbálunk közül ugye úgy terelni őket, hogy kibányásszák nekem a izét. Mindegy. Ja, és ők tudják, hogy erre kell jönni, nagyon jó. Ott meg jönnek a, hogy nehogy erre el tudjak ásni, meg jönnek a legyek. Ága, örülök. Ja, ők azért tudják, mert be vannak szorulva, jó? Ezzel nem tudok mit csinálni. Hát, szerintem ez ebbe a körbe vége is lesz. Így van. Nem, egyszerűen nem tudok mit csinálni. Most mit csinálják ezzel a körrel? Sehol nincs már semmi, minden rohadt gyors és rohadt erős, és lópaszt sebzésem van, bocsánat. Kicsit mérges vagyok. Nem tudom, egyszerűen nem... és nézzétek meg, egyszer errelő, egyszer aztán meg teljesen lefele. És akkor ilyenkor adja a bányászati sebességet, amikor már rohadtul nincs szükségem, mert bukó az egész kör. Rohadjál meg, szemétjel. Fú, de mérges vagyok most a játékra. Én nem tudok már mit csinálni. Minden rohadt gyors, meg rohadt erős. Hátra ugye csak a gránátom sebez, ezért... tehát... de látjátok? Elindulok fölfele, a bogár felé, és ilyen átóba lő fölfele, hogy még véletlenül se találjam el. Na, ezt a fegyvert eddig szerettem.
Tehát esküszöm, mint a direkt valami ülne egy irodában valaki, aki irányítja, hogy menjél már, hogy nehogy arra lőjön, amerre lőnie kéne. És amikor megyek egyenesen, akkor jó, csak amikor ugye csak egy kicsit mozdulok, akkor csinálja ezt, kész, nem fogok csinálni. De András, nem tudom a fő, tehát nem én döntöm, hogy kire lő ez a szar. Tehát, tudom, hogy az a feladat, hogy megöljem a főnököt, de hogy öljem meg? Ilyen be a kill boss, vagy mire gondolsz? Tehát, mindegy. Tehát azt is lehetne mondani, hogy ne halljak meg. Az még jobb tanács, Cyanidia. És nem passzív-agresszív akarok, én csak ezt próbáltam, de... Amikor így egy, tehát itt van a főnök, itt ez a kristály, így elindulok felé. És na, itt a tökéletes példa. Elindultam egyenesen a kristály felé, lefelé lő, mert ugye vagy erre mozdulsz, vagy erre. És hogyha pont tökéletesen átlóba nyom egy időbe, akkor átlóba fog lőni, de abban a pillanatban, mint egy ezred másodpercen hamarabb engedem föl valamelyik irányt a kettő közül, amivel átlóba megyek, a másik irányba fog lőni, és emiatt rohadt idegesítő. Tehát ugye ez semennyire nem céloz. Köszönöm, Nidia. Most, hogy mondod, most hát tudom, mit kell csinálni. Menjél már, te rakás szar! Én ezt elhiszem, András, hogy a VT csak úgy jó, de ettől függ, ez a küldetés, és azt mondja, hogy meg kell csinálnom. Ez nagyon megnehezíti a dolgom, hogy az elén ez a fegyver van. Tehát tehát az a baj ugye, hogy a titka a játéknak, hogy az első pályát ugye érdemes kifarmolni, de ezzel a fegyverrel ugye nem tudsz farmolni, tehát rohadt gyorsan le kell lépned az első pályáról. És emiatt egy kicsit ilyen izé vagyok, hogy jó, én ezt érted, hogy ez kell ahhoz, az meg ehhez, és akkor így jó, tehát nem tudok farmolni, mert szar a fegyverem. És farmolni kéne, hogy ne legyen szar a fegyverem, vagy kapjak másikat. De hát így azért nehéz. Még a morkit sincs meg. Meg még mellette, akkor még béna is vagyok. És nézd meg, Dühöngök! Jó, leszarom, le kell hívni, nem tudok mit sem, nem tudom ráhívni a üzékre. Na. 2%-a növeli a sebzést, és 0,5%-a csökkenti a mozgássebességet minden összegyűjtött egység nitra után. Ez nem kell. Hát van 100 nitrám és fel a sebességem. Hát ez teljesen izé. És mi ez a szar? Komolyan, csupa szürke izék. Legalább zöldeket adjon. De úgy tűnik, már ez is túl nagy kérdés a játéktól. Kéne nitrát gyűjtenem ugye, hogy... Ja, meg még a morkit is kell tényleg, el is felejtettem már mérgemben. Ezzel még várni kellett volna, de nem várhatok tovább egyszerűen, mert annyira gyenge vagyok, hogy muszáj vagyok valahogy szintlépést farmolni. Plazma az legalább jó. Az legalább egy kicsit kivesz ebből a tényezőből, ugye... Ja, is a maktera, de jó. Jó, nem baj. Ez legalább... Elvesz valamit ebből ugye, abból ilyen hülye nyílegyenesen lő, azzal, hogy visszapattan. Kopattok össze-vissza. Jó, a helyzet azt már gyönyörűen meg tudtam lőni, csak a magterát szeretném. Nézzetek meg most is. És lő fölfele egyenesen, amikor nézek jobbra, és egyenesen fölfele lő. Én baromságom volt. Muszájok ezt csinálni, mert nem fogok eljutni megint az első pályáról így. Nem, kész. Itt a vége. Na, megmentett talán a szintlépés. Ugye hátra lő ki ilyenkor a boss, az elitet is. Jobb baj. Jó.
Nem. És nem fog utol, és megint az lesz, hogy nem ér utol a boss, és nem tudom sebezni, mert nincsen gránátom, vagy őrtornyom, vagy bármi, amit ugye le tudok neki izélni. És nem arra lő. Nem hajlandó arra lőni. Nagyon jó. Csodálatos volt. Fúj, de szar most ez a kör. És akkor ilyenkor már kapom egybe a három izét. Sebesség, meg életerő, meg páncél. És így, köszi. Ezt nyugodtan szétoszthatná egyébként. Összes egy irányba lövök egyet azért utána, milyenek esélyen pénzért nem megyek. Hát Miria, én se fogom ezen túl ezt. Nem lenne rossz, mondom, hogyha analóg, mi ez, kontrollerrel játszanék. Úgy lehet, rossz. Ez most rossz rám, most két rossz számot kaptam, nagyon szar LNG-t kapok. Ilyenkor meg rohadt, tehát a végre legendary, epic, rare, csak közben, mivel végig kellett szenvednem a kört, egy kurva darab nitrán nincsen. Bocs, hú, elnézést, már a nyelvezetén most nagyon fölcsesz most. RNG is támogat, hát most nem támogat, most segbe rúgdos nagyon durván. Nem baj. Csak azért is megcsináljuk valahogy. Újra rollolok, mert hát ha kapok pénzből legalább valami jót, na hát ha. Meg kell venni. Krit esély, vagy páncél, melyik legyen krit esély. Legalább virágos quest. Legutóbb azt egész megszerettem, azzal szerencsém volt. Hát, ha most... Virág meghozza a szerencsénket. Erről ennyit. De és hogyha lett volna nitránk is szívás lett volna az, ugye nem kéne nitrát elköltenem, mert ugye ez jó lenne az izéhez. Nem baj. Nem adjuk fel. Szivatni akar a játék, annál keményebben kell csak tolni, de most nem fog... Jó. A plazma az most ment minket. Mindjárt jön viszont az első íz, úgyhogy mirit átásunk remélhetőleg. Tudjuk majd, hogy merre kéne menni kb. Hello, rohagy meg. Ám meg, béna vagyok, ez teljesen az én hülyeségem volt. Jó, nem baj. Hol van a izénk? Hol van a... Ó, ott volt egy virág és nem szedtem föl, mindegy. Ott van. Jó, nem baj, majd kibányásszák a izék, következő körbe meg belehúzzuk őket. Csak az, hogy addig rét van a kövi raj. Addigra kéne szintet lépni valahogy. 2-3 szintet, 11-esek vagyunk, és nagyon-nagyon fosul állunk. Jó, ez van. Nem tudok mit csinálni. Ez mondjuk nem így kellett volna. Ah, na végre valami jó. Ott a magnes, ott a magnes, azért menni kell. Jó. Amennyire szerettem az őrtornyos buildjét ennek a klassznak, ezt annyira utálom. Sajnos már robbant, mire mentem. És megint a magtera, hát nem igaz. Fordulj már rá. Jó, akkor azt kell, hogy egyenesen fölfele futok, hogy egyenesen jöjjön, és akkor talán, igen. Szeretek ezt megpróbálni kibányászni. Kell a nitra. Robbanj. Jó. Igen, ez nagyon-nagyon megnehezíti a dolgomat, hogy
ha pontosan akarok lőni az adott irányba, akkor abban az irányba kell folyamatosan futnom, mert amint megállok, egy kicsit elfordítja. És én nem arra lő, amerre a karakter néz, hanem arra lő, amerre nyomtad az irányt. És ez ilyen nagyon idegesítő, hogy azt hiszem, hogy jó lesz, mert arra néz a karakter, de rohadtul nem arra, izél. Rohadtul nem arra lő. Ez a pálya még meg lehet, még csak a másik pálya vagyunk, és hát küzdök az életemért. Nem tudok mit csinálni. Meg. Nem tudom sebezni a boss-t. Mindent is sebzek körülötte, csak a boss-t nem. Hú, de gyűlölöm ezt a fej... Amennyire szerettem ezt a varaskost, most annyira utálom. Valószínűleg abban a körben, amiben megszerettem, nem a varaskos szerettem, hanem a másik sokit, csak nem fogtam fel, hogy melyik. Nézzétek meg, és most gyönyörűen látszott, hogy nem arra nézek, amerre néz, és most már megint olyan gyors minden, hogy esélyem nincs. Ugye azért olyan, közel sincs olyan sebzésem, hogy ezt megengedhessem magamnak. Ja, hát a virágot azt hagyjuk is, tehát arra nem volt időm ebben a körben, hogy virágot szedjek. Ez az, dögölj meg rohadék. Úgy kell ásnom, hogy közben jöjjön utánam az alagútba, mert akkor a visszapattanó lövedékek őt üzélik. Jó. Nézzétek meg, ez mi? Hát és ezzel óriási RNG szerencsém volt, ezzel a... Rohagyj meg! Valószínűleg igen, teknőt. Stormtrooper effektus? Ez még annál is rosszabb. Szihányi terror rú. Szia Vakon neked is. Redkesül, nagyon genyú, így van. Na jó, és akkor nézzük, hogy mi az, amiket ugye nem tudok megvenni, mert rerollolni kellett az upgrade-eket. Menjünk. Tudom, hogy költhetnék még rerollal, csak nem akarom elkölteni a nitrámat, mert az meg kéne a crit chance miatt. Ha valami, akkor talán ez egy kicsit meg tud menteni, de hát... És még 10 szintet kéne ezen szintre lépnem. Van egy érzésem, hogy ebbe a körbe meg fogunk halni. Főleg így, hogy neki megyek az ellenségeknek. És rohadt kevés HP-m van, és nincsen páncélom se. És szar a bányászási sebességem, és a mozgási sebességem. És egyébként kaptunk egy csomó fehér upgrade-et azokat a fegyvereket, ami amúgy is szar. Eddig fényes. És jön keresztül a szarság is. Lehiggadok. Csak legyen meg valahogy ez a rohadt 21-es szint, és akkor hadd haladjunk már más karakterrel, mert ez a küldetés fogja velem megutáltatni a játékot a végére. Morkitot azt elrejtették, ne akarja Morkitot bányászni. Nem azért ez a küldetés, hogy nézzétek, a legkisebb sárga vagy jelenséget is alig bírom megölni. Végre. És mindjárt van a következő raj. Ez eddig csak az első raj. És nem bányáztak ki nekem a rohadékok. És már fordulnak is rám. Hát... Tehát leadásul ennek a varacsot nem még szar is a sebzése. Hát nézd meg, alig olvadnak, hát... Öcsém... Mindegy, hát ha valahogy meg lesz a 21. Mi ez a szar? Yes, please.
Köszönöm. Na ez most... ez most elég... ez most egy ilyen öngyilkos akció, de már nem érdekel. Úgyse tudom, úgyse jutok el a 21-es szintjéig ennek. Még 8 szintet kéne lépnem vele. A bossról én már nem is álmodok, tehát az ezzel a klasszal azt nem soha nem lesz meg. Na ez most segít egy kicsit. Most kéne egy izé. Menj már az utamból egy darab. Most kéne egy mágnes nagyon. Most amúgy nagyon nagy szerencsém volt itt az utolsó pillanatokban a dolgokkal. Hát rohadjám a szar, Istenem, nehogy azt add, ami kell. Most amikor már kb. Semmit nem számít, most kapok ilyeneket. Ami az elején kellett volna, hogy kapjam. De nincs annyim, hogy újra rolloljam. Nice. De jó lenne eltalálni a boss is időnként. És rálövi, nem oda lőni a gránátot a bossra, nem, a kis legyecskére. Na, itt halunk meg, ennyi. Aj, de elegem van már ebből. Ezt a szar buildet komolyan. Hát senki mással nem szenvedtem még ennyit. Nem tudok egyszerűen mit csinálni. Neked is akadózgat? Vagy neked akadózgat? Nem tudom, Niria, nem tudok mit csinálni. Sajnálom. Nekem nem írja ki, hogy bármi gond lenne. Újra. Hát szóri srácok, ezt most erőltetni kell, amíg meg lesz. Jó, hogy ráadásul 4 aranyom volt, tehát ott még rerollolni se tudtam volna. Remélem, hogy nálad volt a hiba, csak ezt tudom mondani. Legalább most a küldetésünk hamar itt megvan. Meglepően kritikus egyébként itt az elején, hogy sikerüljön gyorsan szintlépést elérni. Ezzel most nem tudok mit csinálni. Ez a fegyver ezért rakásszar. Vagy hát nem lenne az, hogyha én céloznék. Pillanat, Stefán, köszönöm szépen előre, és mindjárt nézem. Áó. Már meglepődök, hogyha zöldet látok egyáltalán ahhoz, ami kell. Csak egyszer akadt meg, jó? Akkor... meg én vagyok a hülye.
Jó, ugye ezekre amúgy se kéne még ráhúznom, mert Swarmra kell ráhúzni. Más, hogy ez a pálya nem lehet meg. Vagy hát meg lehet, csak azért ugye most sem, tehát egy ilyen 12-14-es szintig el kéne jutnom az első pályán. Jó, kibányásszak nekem, csak a kristály marad. Azt én ugye ki tudom szedni, mert aznak nagyon kevés a HP-ja. El kell őket most innen terelni valahogy. Menjünk egy kört, húzzuk el őket kicsit. De szépen be kell őket tudni utolsó pillanatba átásni és visszamenni. Jó. Az vagy... Ó! Nem vettem észre őket, bambulok. Jó. Kicsik miatt le... Aha, igen, jó. Természetesen rakott ide egy pár rohadékot, hogy nehogy be tudjam várni a jó népet. Hát, akkor ez van. Nem tudok mit csinálni. Úgyse számít. Most nem vagyok vidám ezzel. Ezért XP-t kapok, ugye csak azért tolom. Tudom, hogy már megvan a quest. Itt van az elit kasza. Rá kéne robbantani majd a üzéket. Hát. Semminél jobb. Nem lesz meg. Igen, első pálya és halál. Egyszerűen... Na, látj! Ez... Konkrétan meg kell nézni, hogy át tudok arra váltani, hogy amerre az egeret fordítom, oda lőjön ez a szar. De nem, várjál? Köszönöm. Ez a fos. Nem adná ahhoz a szájba szexuált fegyverhez izét. Azt akarom megnézni. Hogy... be tudom azt látni, hogy egérrel kelljen menni. De hogy nézem, semmi nincs. Tehát, hogy van videó, meg stáblista be, meg... Ha stáblista az van, tehát... Ha akarod, meg... Mindegy, nem morgok. Ugye azt kéne üzélnem, hogy azt be tudjam állítani, hogy egérrel tudjak mozogni, ahova klikkelek, arra fele menjen. Mert akkor lenne egy kicsi értelme ennek a fegyvernek, ez így egy szar. Tehát, és kész, halunk meg. Ennyi. Már látszik, hogy már nem is érdekel, hogy megcsináljam valahogy a pályát, mert annyira idegesítő ez a fegyver. Ha ezt nem lehet beállítani, akkor ez az utolsó kör, amit játszok ezzel, mert konkrétan tönkre fogja tenni nekem a játékot az, hogy a fegyver kezelése egy rakás szar. Mert tudok hátulba lőni, hogy hátulba futok. De hát nem tudok futni a boss felé, mert akkor meg azért halok meg. Csodálatos. Nem fogok bejutni a izébe. De jó, szerencsére eltűntek az utamból. Be sure to spend your gold and nitro before the next stage. És ide megkapom a nagyon jókat, ahol ugye nem... Ne. Ne, de is szarom. Haladjunk. Úgyse, ez a pálya már úgyse lesz meg, tehát... Szia Peti, elő. Meg hát ha ilyen fegyvert akarok, ami elém sebez, akkor Gunnert hozok.
Most is nézzétek, itt a tökéletes példa. Errefele nézek, errefele lő. Ezért nem bírok betelni ezzel a baromsággal. Kérem, hogy szombat délután neked is, Peti. Jaj, te arra most figyelnem kell nagyon, hogy... Négy... hogy is van? Négyig lesz a live. Hogy azt betartsam, mert utána majd megyek moziba. Ennyi. Nem, elengedjük ezt a küldetést. Ti is biztos, hogy rohadtul unjátok, rohadt idegesítő. Nekem meg elveszi a kedvemet a játéktól. Mert nem... Nem a játék nehézsége. Ja nem, nem lehet beállítani. Jó, hát akkor ezt a küldetést most itt elengedtük. Megyünk a következőre. Ezt úgy csinálunk, mint... Úgy tesz, úgy... Majd ide akkor jövünk vissza, amikor nem tudom... Majd valami megváltozik a játékkal. Dune Part 2. Így van, Peti, így van. Végre. Galván kábító taroló. Na, az ki a töcsnek a fegyvere. Azt tudom, hogy nem szeretem. Fegyver. Ja, hogy itt nem is írja, hogy melyik az. Ja, de írja, hogy jöjjek, hát ott van. Mérnökek. Ja, nem az a elektromos. Ja, az a scoutnak a bumerángja. Hát, az valószínűleg nem fog menni. Főleg, hogy kezdő fegyvernek kéne vinnem, mert 21-es szintet el kéne vele érni. Hát nem sok pontom van amúgy, tehát... Igen... Ugye ide kéne még egy kicsi... Mi ez? Tudok annyit venni, hogy meg legyen? Mennyi kell még? 15 kell. Miért nem engedi, hogy megvegyem? 15 van. Ja, mert most már nincs elég pénzem ahhoz, hogy megvegyem. Na hát akkor ennyi volt. Az a baj, hogy nem tudom, hogy lesz meg az, mert... nincs olyan, aki azzal kezd. És azzal kéne kezdenem. Na mindegy, meglátjuk. Adunk egy esélyt a... Classic Scoutnak. Az elkerülő Scout az nekem nem jött be. Kezdő upgrade-nek, jó. Hú, de nem szeretem ezt a pályát. Na most háromszor olyan erősek vagyunk, mint a Z volt. Csak azzal, hogy ez ugye ez full autóémes fegyver. Mennyivel egyszerűbb így? Ehe, kis sohadék. Ez az. Itt keresünk Morkitot. Ja, azt még konkrétan nem láttam. Tudom, hogy mutatja a térkép. Ja, már hogy a kis térkép, de a kis térképen se lát sokkal többet, mint a nagyon, ugye? Már egy térkép, mint a pályán. Általános sebzése kellett volna menni. Ha első üzéből nem lesz meg, akkor nem is törődünk vele. Akkor lehet, hogy jövünk ide fúróssal, mert ugye itt 1000 egység követ kéne kifúrni, hogy valami ilyesmi van. Ugye most már azért elengedhetjük, hogy egy karakterre mind a három küldetés meg, csak meg lehetne, de... Azért nem ez a... Dölj meg! Ah, Isten, de utálak. Úgy. Nice. Ez most király. Szuper. Hát, némi sebzés rögtön kiosztott, még amúgy nem szerettem. Jó, tudom, itt most pont ideális volt a tömeg, ahogy jöttek. Na nézz, elemi sebzés, az neki jó is lenne, de ez sokkal jobb nekünk. Na látjátok, ilyen a normális RNG. Ez baj, mindegy, ezen át tudunk még menni sebzés nélkül. Kis
rohadékok. Ez az, ezt szeretem. Gyere a papához. Nagyon jó. Kár érte? Ouch, el kéne vinni majd a izét is elemi sebzésre. És már itt is van a bosszunk, nem baj. Jó, bár páncélzatot kellett volna. Majdnem benéztem. Ezt le fogom hívni, hogyha le tudom, még úgy, hogy akár nincs is senki. Nem akarom a boss-t belehúzni. Bele fog menni, nem menj bele. Mindegy, ez van. Muszájok lehúzni. Áú, de hülye vagyok. Ez van. Ez egy ilyen számon nem egy jó kezdés. Nagyon túl gyors, nagyon gyorsan befejeztem a boss-t. Ez van. Dobbanj fel gyorsan. Menni kell. Ouch. Check béna. Nem baj. Igen, Gergő, pont ez a lényeg. Amit Tamás mondasz, de ez a varacskos shotgun-t, ha másik karival mész, akkor is megkaphatod. Igen, Tamás, ja, erre írt a Gergő, igen, hogy az a baj, hogy megkaphatom első fegyvere, de még így is, hogy egy más, ugye első upgrade-es fegyvere, tehát mi az ötödik szinten, igen, ötödik szinten megkaphatod, de még nulladik szinten megkapott, és úgy, hogy plusz 3-on indul, sem sikerült 21-ig kihúznom. Hát ez mindenképpen kell. Ez is jó. Kár, hogy mind a kettőből nem lehet. Ez azért kell, mert ki kell húznom 12-re, és sajnos muszáj minél hamarabb, mert valószínűleg így... Jó, mindegy, ezzel a karakterrel jobb azért a bombás quest. Meg most azért elég jó mozgás, tehát elég jó sebesség upgrade-eket kaptunk. Most ebben a körben csak az a feladatunk, hogy 12-ig meglegyen a taroló, mert 21-ig úgy se lesz meg. Meg hát ugye overclock nélkül, ha meg is lenne a 21-es rámennék, nagyon gyenge lenne, mert nem kapom az overclock pluszokat, amik extrém szinten számítanak. Nem, ehhez az sóak vagytok szerencsére. Első oldal sima, ott van egy bomba, három is. Ah, felszedjük most már úgy. Nice. Kérek egy kis sebzést? Azaz. Gyerünk, gyorsan. Nice! Mint a kisebb lenne a karakter, olyan szépen átfértem köztük. Már most jobb a kedvem, és csak annyi, hogy nem azzal a szarral játszok, komolyan. És idegesít, mert ugye egy darabig a mérnök volt a kedvencem, mert tökre tetszett ez a lőtornyos téma, és annyira elrontja nekem az a shotgun. És hát a legrosszabb, hogy nem azért, mert tehát nem lenne rossz a sebzése, nem lenne rossz, hanem az, hogy nem igazán arra lő, amerre szeretnéd. Tehát például ugye a lövésznek az ólomihara sokkal jobb, mert az kijelöl, jó, talán kicsit túl nagy területet is, de kijelöl területet, és azon belül autót céloz. Nyugodtan lehetett volna a shotgun is ilyen, hogy legalább egy 30 fokot jelöljön ki, és azon belül nem. Ő nyíregyenesen lő, ami a négy irány közül valami. Csak ez azért nem egy Nintendo 64-es játék, és szerintem ez annyira nem fér bele. Nem illik ehhez a stílushoz.
Jó, gyorsak vagyunk legalább. Néztem a lásztikokot is, Peti. Nem akarok belefogni, mert félek, hogy ráfüggök, és most, hogy kevés időm van játszani, most nem akarok ilyet beimplementálni az életembe. Jó, mindjárt visszajünk érte, most nem akarok sebzésbe szedni ezért. Elférünk, yes, majdnem. Nem. Túl lassúak voltunk. Nem baj. Most mi? Ja, nem vettem észre meg, közel a térképet bambultam, mert... Hoppá, cukor. 24 max HP. Egy kis izéke. Olyan lassan jönnek, hogy egyszerűen nem bírok átmenni rajtuk, hogy... most nekem is akadozik. Muszáj vagyok valahol áldozni egy kis HP-t, mert különben nem lesz meg. Ez jó. Jó, ez most király. Némi sav. Egyszer lesz. Megjöttek a nagy izék? Aha. Hát nem nagyon sebzem a boss-t, az a baj. És nincs most semmilyen módom rá, tehát... Nem lesz meg. Ez itt bukta. Most mi a szart csináljak? Tehát... Azt kellett volna, hogy megtartom a izét és ráhúzom. Nem tudok mit csinálni, muszáj vagyok menekülni a kicsik elől, mert minden irányból jönnek. És így gyorsabbak, mint a boss konkrétan, tehát egyre hátrébb kerül a boss, a kicsik meg csak jönnek. Pedig amúgy menő lenne. És nem, még 6 szintet kéne szedni a galvánló pikulának, az esélytelen. Új fegyver, hát. Ó, bogársokkoló. Ja. A Thor bogársokkoló. Nézzétek meg, milyen gyorsak ezek a rohadékok. Nem tudok mit csinálni. Rám robban. Köszönöm, szerint azokat a körökkel tartjuk, amiket kell húzni. Ja, persze Tamás, csak hát nem tudom odáig kihúzni, hogy meg egyen a 12-es ütene kihúzhassam 21-ig. Ja, én nem késnék el, mert óva, Peti, nem, akkor max a live-ok bennek, tehát, hogy... Mindent ugye először fel akarok húzni, már csak ez egy kell, ahhoz 15, jó, az már meg lesz. Ez egy kell, most meg ugye aranyat kell gyűjteni, vagy nem ez, bocsánat, ez... Nem tudom mi ez... Pénz, kredit. Kreditet kell gyűjteni, és akkor minden meg lesz. Nem, még az is kell, aha, még 3000 kredit kell, hogy ez a kettő meglegyen. Tudom, hogy tudok eladni. Mennyiért tudok eladni? 200-ért nem. Biztos, hogy nem. Na jó. Még egyszer. De rá rosszra mentem, nem erre akartam. Mindegy. Hát ha. Nem szeretem ezt a buildet annyira. Bár ezzel is voltunk már jók, de... Azt még egyszer se vettem. Ugye ezzel is ez a baj, hogy fixen lő. Ugye ezzel is ugyanaz, igen, múltkor ugye próbálkoztam, és ezzel is ugyanazt szívtam be, hogy egyszerűen nem bírom becélozni a boss-t vele.
Csak rányomtam, nem minti számítanak. Nem is figyelj be, valószínűleg nem is figyeltem, hogy mik most az upgrade-ek. Láttam, hogy kékes rányomtam gondolkodás nélkül. Képgyűjtés, na az most még jó. Az elején ez a jó. Ja, persze, persze. Értem én, Peti. Tűnés, tűnés, rohagy meg, még sebez miatt izék kinyírom. Nagy loot bug. This will help me work harder. You're cute, but you're dead. Gyorsan be kell szedni ízét, mert az jó XP küldetés. Csak ezért utam ezt a szar gombás küldetés, mert 100 évig tart, nem be kell járni ezt az egész pályát. Ezt a kriogránátot, ezt szeretem, ez jó. Jó a sebzése, lassít. Nagyon jó, ez is megvan. Menjünk, próbáljuk meg kitakarítani a izét. Igen, ezt akartam elkerülni. Jó. Másodikat, haj de jó, és itt van a spawn benne, ide spawnolta természetesen a izébe. Nehogy... Gyerünk! Frost granát megmentett. Ez az. Arany után... Vagy izé, jó. Ja, de nem is kaptam meg a galvánul, mindegy, hát ha még meg lesz. Kilépni azért nem akarok egy körből, mert nem kaptam meg. Most csak a 12. szintig kéne úgyis elhúzni. Meglátjuk még a 15-ig, megpróbálunk kell menni, hogy hát ha... Hát ott megkapjuk, hogy se, akkor meghalok, mert ez muszáj lenne. De hogyha most... Hogyha ez most nem jön be... Kérem ide? Hogyha ez most nem jön be, akkor... Jön a tiesztegesd? Dobbaj már föl! Ah! Ha ez most nem jön be, akkor megyünk vagy fúróval, vagy lövésszel, mert most már nem tudom hány kör óta csak ezt a két karaktert erőltetjük, és már kezd a folyamatos bukások miatt a hócipőm tele lenni. Azt meg sajnálom, hogy azt, ami off-stream volt, azt nem vettem fel azt a kört, mert az meg gyalázatosan jó volt. És ez ugye scouttal volt. Mindegy, bent áll az emberei között. Nem bírom kicsalogatni. És megint, végre tudnék rá lőni, és... Nem baj. Ouch. A gránát, hogyha eltalálja, az jó egyébként, az jó sokat sebez rajta. Meg ugye lassítja körülött a lévőket is, csak hát ő is visszakerül ilyenkor a izébe. Azaz. Nice. Kis sokadék. Már mennék. Én már nagyon mennék, csak nem tudok. Nem oda! Jó. Ez most kerizi a játékot, a gránát. A Zukóval azt nem semmit nem sebzek a boltba konkrétan. Nice. Ouch. Ugye voltam. Jó, most ez még... Ez attól, most konkrétan azon függ a dolog, hogy hova fog jönni a következő gránátba belehal. Így van.
Jó. Ez az ára a dolognak. Hát XP-t már nem tudok gyűjteni, ez van. Volt már ennél sokkal rosszabb körünk is. Így van, Gergő. Csak nem akarom túl korán kinyírni a boss-t, mert akkor meg az a baj, hogy 8-as szinten már mész a követet. Kb. 8-as, attól függ, hogy tolod a körelét, kb. 8-as szintű vagy, amikor jön a boss. És hogyha akkor rögtön kinyírod droppal a boss-t, jó tudom, attól még 20-at ugyanúgy is kinyírhatod később, de hogyha ott kinyírod droppal a boss-t, akkor a következő szintre meg esélyed nincs. Erre nem fog költeni. Most te izém. Ó, ezt nem kellett volna elkölteni, mindegy, nem baj. Szia, Zoli, Edward. A rohadékja. Ez most majdnem gusztustalan volt. Konkrétan belegyalogolt automatikusan a törpém. Ugye nem én gyalogolok ki a hajóból, hanem a játék automatikusan kijön. Aranyat látunk, azt nagyon gyűjteni kell. Meg ugye most Morkit lenne a cél, de hát meglátjuk, hogy hol találunk. Ott van egy kicsi, nagyon jó. Ott már ők már ott átfenek azon a pici lyukon, imádom. Aj, rohadj meg! Fúj, de lehangoló. És még két szín, mire a kövi fegyvert kapom, hát meglátjuk. Haladjunk, haladjunk. Á. Jó. Még semmi nincsen veszve. Jó, ez a dodge ez most nagyon jól jött. Itt ezt ki tudjuk benyeszni, ebből meg is lehet a maradék, hogyha van időm. Most egy jó gránát, ez az. Áú, rohagyd meg, nem baj, meg lett. Arany kéne, nem nitra, nem baj, az is jól jön azért. Jaj, de örülünk neki. Ez a tök 8. Mit akarok most csinálni? Hol van ez? Ja, még nem jött meg a supply. Beleakadtam a sziklába. Persze, keresztül a sziklán, miért ne? Ó, vagy Elzi. Ja, ott bent a tömegben jó van. Hol máshol lenne? Hát ez, szerintem ez a kör ennyi volt. Full of crap az új értelmet nyert, tehát láva, döfködők, robbanóvirág. Arany, amit ugye nehezebb kibányászni, csak hogy még könnyebb dolgom legyen. Mindegy, hát megpróbunk visszamenni, hát ha addigra a dögök kibányászák ott nekünk a dolgokat. Nem hagyom, hogy megszúrj kis rohadék. Az baj, az baj, az baj, az baj. Zér grósz baj. Nem bányáztak ki nekünk még sárga. Ha nehogy felrobbanj. Nem túl sokan vannak, nem egyszerűen
folyamatosan mindenhol ott vannak. Nem tudok kerülni, és mire visszaérek, az a baj, addigra nem jönnek el. Á. Itt a vége. És ilyenkor nem robban fel. Hát... Még egy láncreakció segíthet. Jó. Nem volt elég nagy. Ágyő. Szia Zsófi, hozhatsz egy tárral nyugodtan. Köszönöm szépen, pont egy második ebéd még elfér, már kajáltam, de belefér. Köszi szépen. 10-12 legjobb, minimum 12 teknőc, minimum 12 első körben. Na jó, akkor most egy kicsit elengedjük ezt a két klaszt. Megnézzük, hogy itt mi lenne. BRT sorozatlövő, az nem tudom ki. Ja. Ez kell, meg majd ide kell még. Jó, ide kell majd még, hát még 1500 fegyverek. BRT sorozatlövő a izéje. Jó, akkor most menjünk egy Gunnert. Mert már... Kicsit izé... Ja, ez a bulldoggal kezd, jó. Hát mindegy, meglátjuk. Na, akkor doromboljon az a minigun. És imádkozzunk az RNG istenekhez, hogy megkíméljenek minket. Lövész a népnek. Tűzgyorság, újra töltés, tűzgyorsaság. Virág, ott volt egy lent, mindegy. Menj az utamból. Úgy, nagyon jó. Hú, ezen a pályán mindig nagyon sok ez a hülye bogár, repülő bogár dög. Menjünk el a virágért. Persze oda tette vissza a supply-t. Nincs már szerencsénk az RNG-vel eddig. És megint mi a szar ez? Tényleg off-stream letartogatja, hogy off-stream elhasználtam a szerencsémet azzal az egy körrel, amit toltam a scouttal, vagy mi a szar van? Megőrülök. Nézzétek meg, nyakig van szarral a landing zónunk. És én utánam ez a mindenen keresztül rohadt gyorsan repülő dög is. Évezném, ha megdöglenél mondjuk. Nem fogom tudni kipucolni a landing zone miatta. És itt a swarm. Hát ez egy jó kör volt, srácok. Ennyire nehéz lenne a harmadik, vagy én vagyok ennyire béna, vagy nem értem, tehát hogy... Nem nehezebb a játék, hanem... És nem kapom a izét. Jó, akkor... Akkor hogy van? Ki? Igen. Akkor így játszunk. Ha így kell, akkor így kell. És hogyha... Tehát nem attól lesz nehezebb a harmadik merülés, vagy harmadik veszélyszinten a játék, hogy erősebbek az emberek, hanem hogy szar RNG-t kapok. Ki a zsombor elvaró. Hehehe. Ha meg jót, akkor meg úgy egyszerre kapom. Általában a pálya végén, amikor nem tudom megvenni, de így is szoktani, hogy egyszer adja a két lilát. És nem akarom ezt a kilépkedősdit, de muszáj vagyok valahogy, most már valami kicsit hatékonyabb irányba menni. Na, tűzgyorsaság. És megint itt van a... Mama, nem akarom!
Na majd legalább virágos küldetésünk van, nem gombás. Ebből már vettünk. Legyen most ez, hogy hamar meglegyen az overclock. Nem tűz gyorsaság. Most úgyis csak az lenne a lényeg, hogy 12-re kihúzzuk a BRT-t, mert valószínűleg az... Az még nincs meg 12-esen. Ja, akkor ott átférnek, jó. Na, legalább most jó a landing zónunk. Ezt arra kéne most használni, hogy ezt a rohadékot fogom megölni vele, hát komolyan semmit nem tudok ettől a szarházitól csinálni, mert folyamatosan izé. Hát ez rosszabb, mint a boss. Ja, még nem töltöttünk újra. Én hülyeségem volt itt, miatt megálltam. Meg kell ölni, gyűjtögetni kell, és a végén, amikor már nehéz a boss, akkor a boss-t kell lenyomni a izével. Jó, ott nem férünk át. Még szerencsére időbe kapcsoltam. De ti ne gyertek már erre, nem tudjátok. Miért tudják a falon keresztül, hogy erre fúrok? Tudom, hogy miért tudják, csak rohadt ideges. Ugye azért van, mert amikor nincsen hozzádutuk, akkor keresztül mennek a falon is. Hát nézd meg, ez nehezebb, mint a boss. Na, végre, gyökér. Megint nincsen BRT. Ó, ez van. Akkor csak megpróbáljuk megcsinálni a pályát. Nem, az a baj, hogy ráfeszültem most arra, hogy akarom csinálni a küldetéseket, és nem kéne. Kritesei, ezt mindenképpen be kell húzni, mert ez rohadt jó. Ne akadj meg, ne akadj meg. Másszál, azaz. Ne, Alt F4 az már nem lesz teknőc, annál már ahhoz képest már evolválódtam. Közben azt nézzük, ó, még egy virág kell, azért el kell menni. Szavasz, srácok, ez most erre nem jön be. Ja, gyorsan arcon másszuk a jacket, egyetek egy kis olmot, kis rohadékok. Na, hogy tetszik? Szarháziak. Jó, itt hagyni. Mágnes kéne nagyon, meg az utolsó virág, hogyha hajlandó lenne a játék odaadni. Csak hetesek vagyunk, de hát... Igen. Ah, ott az utolsó virágunk, nagyon jó. Objective completed. Excellent job. Jó, még csak hetesek vagyunk, de muszáj vagyok haladni. Ezért rossz, nem, jó döntés volt, jó. Most elhúzzuk a bossra a bizbaszt és megyünk, muszáj vagyok, mert nincs miből eleget fejlődöm, hogy megérje maradni. Szexi. Bye-bye! Van már izink? Nincs még. Tapasztpont, arany vagy nitra? Legyen... Legyen nitra. Hát ez most olyan sebződéses lesz, ez van. Jó, 12 sebzés. Egyetek szart. Ja, amúgy nem. Teknőcám, most már szerencsére azért van annyi izém, hogy nem hagyom, hogy nagyon fridésen, nagyon jó. Ez mindenképpen kéne. Ez pont 42. Nagyon jó. Vagy legyen inkább ez? Nem, a sebzés a sokkal jobb. Kritesély, jöhet. Morkit, szuper jó, nagyon jó kezdés.
Itten oda fölmegyünk, mert ott volt még. Na, dögölj meg! Azzal meg is lesz remélhetőleg a morkitos küldetésünk. Na. Igen, azért nem egy fúró gép. Na, meg is lesz szuper. Az nagyon jó. Beszedjük az XP-ért. Még a maradékot. Azaz, így kell bányászni, és akkor... még ki tudjuk szedni őket. Hát... jó. Hagyjuk. Na. Első swarm. Robbantani kell, most nem megyünk az aranyért. Azaz. Robbanj. Jó. Hát, ezzel nem tudok mit csinálni. Ja, és most kettőt is kaptam ebből, jó. Nem baj. Még jók vagyunk. Még semmi nem veszett el. Nézem, hogy hol van a landing zone, mert azt nem figyeltem. Ott van fönt, jó. És lehet, hogy időt beszedném, mert hát olyan... tehát... hát olyan bónusz... ah, jó, hát ennyit az időt beszedésről. Utána ezeket a lebegő szarokat. Ágyő, rohagyd meg. Szar, ezek mind szarok. Haladjál már, öcsém. Ja, pont újra töltünk, nem baj, inkább itt, mint a... nem jó, már elcsesztem. Ez itt már érződik, hogy... nem baj. Rájuk kéne robbantania. Beakadtam már megint. De szerencsére aztán nem sebződtem meg. Na, vajon itt át tudok menni, vagy beszivat a játék? Át tudok, csak mindenbe hat... jó. Újra kezdjük. Nem, ez egyszerűen... ezeknek a repedéseknek a hitboxja katasztrófa. Ezt szerintem nagyon át kéne alakítani, ez borzalmas. Ezt csak simán meg kéne csinálni, ugye? Nem, ide majd vissza kell jönni a... üzével. Nem tudom, mit csinálni, nagyon szenvedős. Meg szarok ezek a küldetések, szar a galvánkábító taroló, szar a BRT sorozatlövő, és kussolj már, és szar a varacskos. Hagyjunk neki még esélyt, hátha. Aztán megint menjünk egyet mással, és akkor mindig ilyen egy-egy váltásba leszünk. Hát, ha mert valahogy meg kell csinálni, és akkor elfelejtetem. Idegesít, hogy ott van. De most tényleg azt érzem, hogy hirtelen így a harmadik szintre valahogy, nem tudom, extrém nehezek lettek a üzék. Nem értem, vagy de értem, hogy miért ez a nehézség, csak... szerintem ez nem az értékén legyen, ahol ez agyatlanul farmolsz egy izét újra és újra, vagy följuss a következő, de ezt nem fenne tudja, lehet, hogy ez a normális sebzés. Ha már eltelem, akkor számít. Virág, köszönjük. Jó, drága eszmecsébe, 5 percig kell most bányásznom. Nagyon jó. Ebből kell jó sok plazma. Kivétel nélkül plazma, mert ez annyit számít, hogy mögém így, ilyenkor így bepattog. Most konkrétan le kell szarni az ellenfeleket. Tehát teljesen felesleges megpróbálni bárkit is megölni, mert ez a karakter ezen a szinten nem erről szól. Hanem minél gyorsabban rákenni,
mindenféle forrásból XP-t gyűjteni. Ugye, az első az mindig a küldetés. Azaz. Nice. Pufka, okos pufka vagy torony? Torony, a torony az egyszerűen jobb volt, mert ezt ott tudom hagyni magam mögött, és ezért belegyalogul a boss meg az ilyenek, és egyszerűen jobb. Vagy nem tudom, mit mondtam, az őrtoronyra gondoltam. Jó, te robbanj felé. Szíves, de ne rám! Ez most teljesen az én hülyeségem volt. Itt még átjutunk szerintem. Most van ugye egy kis bányászási sebességem, és azért ez sokat számít. Próbálok itt már tervezni, hogy jutok majd innen ki. Sebzés. Jó. Talán manővereztem magam az ellenségben, nagyon ügyes gyerek módjára. Jó. Pucoljuk ki az Elzit. Pucolnánk, hogyha nem lenne nyakig az egész. Ott van izé. Ezt most szét kell szedni. Jó. Jó. Most az lenne a lényeg, hogy minél több szírszart megöljünk. Anélkül sokat sebződünk, szanaszét, mindegy, hogy hol. És a magterára rá tudjuk húzni a... Pakolj ide le, mert itt sokat tudtok lőni. A magterára rá tudjuk húzni a supply port-ot, és mert ott van a izé is. A mágnes is, ezért nagyon jó. Tehát most még gyűjtögetni kéne egy kicsit, mert... Gyerünk, gyerünk, jó. Ezért akkor rögtön össze tudunk szedni egy rakás szintlépés még. Ouch. Úgyhogy most alapanyagokat kéne gyűjteni. Meg amit lehet, ezt még megölni. Lassan visszamehetünk, mert a plazma miatt, hogyha... Na ez most az én hülyeségem, ez teljesen az én hülyeségem, és most megfizetek érte. Jó. Átjutottunk. Gyere, rohadék. Csak úgy kéne, hogy a... Ezért ez csak akkor szedjen fel, amikor már minden is halott. Hogy ne kelljen az XP-ért kisebzés, de majd itt felgyógyulunk. Jó. Gyerünk, gyerünk. Á, nem jó. De jó. Megvan, jó. Oké, oké. Á, nem az kellett volna. Mindegy. Felrobban. Vagy kövessenek. Jó. Sebzés. Nehogy a izéhez kapjak, ehhez a szarfoshoz. Elnézést már. Ez most egy vicc? És azt már persze nem kaptam meg. Jó, nem baj. Nem merek már semmiért visszamenni. Kis rohadékok. De hogy ezek ennyire gyorsak? Ez még lehet, hogy akár jó is. Ó. Ez még lehet, hogy jó is lesz. Mondjuk mindent én mozdítható. Az volt a cél, amúgy 14-es szintre kellettünk, ami jó, csak szar upgrade-eket kaptam. Erre mindenképpen szükség van, ezt ahogy tudom fejleszteni kell. 20-32, jó. Top choice. This is it. Ez most jó. Your mission is clear. És rögtön jön a gomba. Nem baj. That guy in mission control, he really has a cozy job. Yeah. Nagyon OP-k ezek a kis tagok. Én nem gondoltam, hogy ilyen, azt hiszem, hogy ilyen nagyon lassan fognak követni, és azért nem próbáltam eddig ki. Én nagyon sokszor felajánlottam már, de mindig úgy jöttem, hogy ez olyan hülyén hangzik, hogy követ engem, miért jó az nekem. De... Ez így most egész kis OP-nak tűnik. Loot bug eliminated.
swarm detected. Get ready, they'll be with you shortly. Haladjunk, haladjunk, haladjunk! Gyerünk! Nice! Rohadjatok meg! Na! Hol van? Ezzel most egész szerencsém volt. Ouch! Hülye vagyok. Jó, ez most grand lehet. Ez nagyon jó. Ez jó volt, ezt szerettem. Miért is olyan jó, hogy lepakolom magam mögé, és akkor izé... De nem, nem. A fegyveremhez adjál. Jó. Legalább ez jó. Kell még három kompa, azért menjünk el. Itt van egy. Gyerünk. Ott van még egy gomba, persze belerakja a swarmot. Crit sebzés. Nice, kikerültük őket, ott vannak még gombák, úgyhogy ez jó lehet. Most kell ide behúzni a kis rohadékokat. Benéztem, ezt nem vettem észre konkrétan. Nice. Jó, és ez a pálya most már csak farm, és üzé. Arany kell nekünk, ugye? Aha, jó. Ez jó. Óvatosan kell, hogy az utolsó pillanatban legyen csak hibányász, hogy ne tudjanak rám jönni hamar. Jó, nice. Most egy mágnes, de jó lenne. Jó, szaboló. Szuper. Ez eddig most egész... az elmúlt nem tudom hány körből ez eddig a legjobb. Csak még mindig csak 11-es szintű az a szar, az a baj. Jó, most jól sebzem. Kell a nitra, mert... az aranyból nem nagyon akarok költeni, hanem muszáj. Ugye a sebzés bónusz miatt. Most ez nagyon, most nagyon jól sebzem, ahogyha hátul marad a boss a kerítések, mert egy a elektromos kerítés meg a izé miatt, szuper. Hatótávolság, vagy izé, ja. Jó, menjünk fel oda egy kis XP-ért, mindjárt megdöglik. Szuper. Egyetek kefét. Jaj, végre egy nagyjából jó kör. Már nagyon kezdett hócipőm tele lenni. Ezek a dízik tényleg jók. Kis követős. De megint ott vagyunk, hogy megint mi menti meg a kört? Az őrtornyok. Nem a hülye varaskos genyó. Muszáj vagyok. Valahogy muszáj vagyok kifarmolni, mert még 14-es szintű. Szia, Drau. Nem szólt időbe? Na. Most, hogy nem akarok annyira költeni, ez mind a kettő brutál jó lenne. Hát ez van. Többet jelent, amit kapok az upgrade-ekből. Jó, virág, az jó. És rögtön itt van 4. Szóval többet ér az, amit kapok az upgrade-ekből, mint az arany adna, bónusz sebzést. És ugye rogosan azt újra össze tudom szedni, tehát hogy... Na jó, legyen már meg. Utállak! Szerencsére nem zöld, jó. Még egy virág kell, ezt itt ki tudjuk szedni.
Ez baj, ez baj, ez baj, dögölj meg, úgy, te robbanj fel, úgy. És őt kikerüljük, nagyon jó. Robbanjatok fel, szuper. Szeretem, amikor ezek bejönnek. Jó, azt mindenképpen össze kell szedni. Zérgút. Supply pot, gyorsan meg kell próbálni kitakarítani. És utána ott lesz, ahogy itt van az utolsó virágunk is, nagyon jó. Dögölj meg! Kis piroska nem ért el hozzánk időbe szerencsére. Jó, nem akarom felrobbantani. Mert hogy a pont, hogy felrobbantani akarom őket, és nem... Nem le... Ó, azaz, most jöhet. Ja, értem már. Nem 3 másodpercenként kapok 5 másodpercet, hanem 3 másodpercig tart és halmozható. Jó, akkor legyen ez. Vagy crit chance. Nem, mert a nitrát úgyis eladom. Kell az arany, ide az összes aranyat. Greed van. Jó, ti robbanjatok fel. Nagyon jó. Most kezdünk feltáposodni. De már egyszer volt egy ilyen körünk, és utána meg nagyon rosszul ment, úgyhogy nem szabad még elszólni. Ez nagyon király, ez kell. Amúgy újra rollolnám, de ez túl jó ahhoz, hogy ott hagyjam. Az a baj, teknőc, hogy hiába sebez rohadt sokat, vagy rohadt gyorsan. Hogyha nem, hát hogyha ez marad, hogy arra lő, amerre nézek, akkor mindig gyenge lesz. Más fegyverekhez képest. Éreztem, hogy nem lesz jó. Ott a mágnes. Ezt mondom, mi villogott? Hát mondom, az odébb van a supply pod, meg hát már le is hívtam. A mágnes az most nagyon jó nekünk. Itt most. Gyerünk, 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 de robbanj rám. Úgy, úgy. Szuper. Ez most nagy, ez most nagy. Sebzés. Na végre, mínusz 20%, az nagyon jó hangzik. Többsérét elátja, kevesebbet sebeznek, fúj. Tűzéskor a fegyver az ellenkező irányba is, na végre. Ja, de várjunk 21-ig kell vinni, úgyhogy ha még látok, akkor az kell, hogy legyen. Jó, nem baj. Jó, most olvasztunk, most fasza van. Jó, ezért megéri bemenni. Na ennyi számít az RNG. De persze nem kapom a... ezért még 2 kéne. Jó, még van 2 szintünk, ne felejtsük el. Nagyon jó. Nagyon sok fegyvered van, amik nincsenek feloldva. Igen. Ezért próbálom azt a más, hogy húzni ki őket. Az, hogy emiatt ez egy miatt ez nem éri meg. Ez viszont megérné, csak... Jó, ez mindenképpen kell. Ez a 2 jó lenne, 10% sebzés, az 50 arany, tehát most 29 aranyért gyakorlatilag 50 arany is, mert ugye úgy van, hogy ez 5 egység után 1%, igen, ezért ez a 10%, amit itt teszek, ez 50 aranyat ad, viszont konkrétan nem hülyeség lenne nem megvenni. És mind a kettő belefér, jó. Viszont még van üzém, úgyhogy rolloljunk újra. Nem, természetesen. Jó. Menjünk. Hát arra azt nem értem, hogy hát kapok egy jó... Mindegy, már csak egy szint kell. Már csak egy... Ah, és most 10 év van. Aha, jó. Nagyon gyorsan felszekerődik. Jó ez a vitamin. Csak először benéztem, tehát félreolvastam, hogy hogy működik. Jó ez a vitamin, ami ezt a sebes... Ugye őróla beszélek, ez a árpahagymalé. Nem tudom, miért vitamin mondtam, az a másik a vitamin.
az a buff debuff. Debuff? Buff debuff. A buff. Na innen jönnek a régi Warcraft-szerű megmaradt, még nem beszélünk angolul, de már azt gondoljuk, hogy igen, dolgok. Ez nem tudom, hogy mi robbant rám. Most elég harapós lett a karakter. Nem baj, kell. Megkockáztatjuk, csak lesz még egy fegyver upgrade-en valahonnan. Jó, most szerencsére elég... Na, ez amit mondok az RNG-nél. Nem változott meg a játék, én nem látom máshogy a dolgokat, nem csinálom máshogy, csak szerencsém van. De hát ez a szépség való ezeknek a játékoknak, legyünk őszinték. Bejön egy jó RNG és hirtelen a legócskább, legutolsó halandóból isten leszel. Meg ez nagyon jók ezek a mozgós lövegek. Ez brutál. Kis tankocskáim. XP mindenhol. Ouch, azt hittem, hogy az már nincs ott. Na most. Jó, nem érdekel. Ha kell, most elköltöm az összes pénzemet. Na, azért. Halleluja. Na most már csak... Benéztem, nem baj. Most már csak teljesíteni kell ezt a izet, hát nem ezzel a karakterrel fogom. Szerintem aztán ki tudja. Most elég, jaj, elég harapósra tettem. Most kéne nagyon nagy mágnes egyébként megint. A toronyokkal nagyon jó RNG-t kapok viszont. Nagyon sok lilát meg kéket kaptam rájuk. Ouch. Bye bye. Ez jól fog együttműködni a másik egy helyben állóssal. Táp. Sebzés. Magtera, jó. Most nagyon kéne egy mágnes. Na mindjárt meghal a... Magtera, nézd meg. Pedig most ezt nem próbálom megölni. Ez már nem számít. Nice, nagyon jó. Plazma sebzés, szuper. Amikor már van két plazmád, akkor már ugye dobhat. Ez például tök jó, hogy nem dob föl mondjuk ilyen plazma sebzés, meg tűzsebzés, meg nem tudom mi sebzést, úgyhogy nincs olyan fegyvered, ami hozzáérik. Ez most... Ebből játékból csak a törpök énekeljesenek? Nagyon egyébként teknőc. Fogadtam gyűjni egy színből Deep Rock Star Panzer esőt. 3 Star... Mi? Mire gondolsz? TP-gyűjtés már nem érdekel, tűzőrség ide az nagyon jó, ez a sebzés is nagyon jó. Minden fegyveré? Kell. Miért ne alapon? Mert már úgyse tudom mire költeni. Rögtön fel kell mennünk a... Zért. HP-ért, illetve fel kell menni az aranyért. Amit tudunk aranyat össze kell szedni ezen a pályán.
Hülye vagyok, vehettem volna HP-t, hogy a cukor megmaradjon, hogyha a boss rámugrik, na nem baj. Jesszusom! Azt láttátok? Oké. Harapós lett a karakter. Hát a elit az nem nagyon tud mozdulni. Nem értem. Tehát, hogy értem, hogy lehet ekkora különbség két ránk között, de ez brutális. Tehát ez volt eddig a leggyengébb setupunk. Ja, az nem kell. Tudom, hogy az XP miatt jó, de inkább másra fordítom az időt. Ja, tudom már mi robbant rám, ott nem rám robbant, hanem egy kis bogár volt előtt, amit én felrobbantottam, cserébe megsebzett, jó. Ott volt ugye egy pillanat, amikor nem tudtam, hogy mi robbant fel előttem, és semmi nem robbant rá, a gránátom robbant fel a kis bogáron, ami megsebzett. Na hát ő nem jön közelebb. Ez így extrém. Hát ez konkrétan Gunner szint. Ennyit szánt az a rohadt RNG. Lézersó, az. A tankok most konkrétan carryzik, tehát tank carry van. Jó, hát most... Nice. Megpróbálok most szembe menni velük. Kíváncsiak, hogy reális-e. Úgy tűnik. Jó. Oldalul elkezdjük kipucolni a izét. Ouch. Nagyon jó. Ezt megtartjuk a bossnak. Sapköpőket kikerüljük szépen. Ó, onnan kikerüljük. A magnes. Meg kéne tartani. Megtartjuk még. Majd ha jön a boss, akkor érte megyünk. Arany. Very good. Ezek nem diszpónolnak, ugye? Az ilyen mágnes meg ilyenek. Ott van az utolsó kis tojás. Ez már komikus amúgy. Nem rossz. Maradjunk annyiból, hogy nem rossz. Végéig megmarad, nagyon jó. Pucolok itt a területen, hogyha jön a boss, akkor könnyebb dolgom legyen. Ugye több területem legyen manőverezni. Kár érte. Sebzés. Végtelen sebzés. Na. Most kell begyűjteni a mágnes valahogy. Ne. Jó. Nem jó. Ezért kár. Mi? Bazd meg beakadtam a izébe. Istenem, hogy lehetek ilyen ostoba? Ez most... Nem figyeltem, hogy ott van ott a szikla, rámugrott, aztán meg ugye megtaposott és vége. Nem baj. Meglett a küldetés. Fú, de kár. Volt-e bármi más, hogy ilyen magas szintű? Nem tudom, Károly. Oromiharra lehet tudom képzelni. Na még egyszer? Mehetünk még egyszer, de akkor nem a varacskossal fogunk kezdeni. Tehát adhatunk egy igazságkört a mérnöknek,
De akkor karban tartózunk. Ja, a mágnes majd ott lesz, akkor visszajönk. Nagy... A Greed ölt meg. Hamar a boss előtt föl kellett volna szednem. Kipucolni a környéket még amennyire tudom. De mindent is akartam, egyszerűen teljesen megérdemlem egyébként. Próbáljunk meg egy igazságkört adni szegény mérnöknek, van olyan sokat szittam. És a következő az fúrós lesz, mindenképpen. Tamás, én nekem ez minden játékban sajnos a Greed az nekem egy nagy eséllyel az a végzetem. Ezt túl jó, hogy itt hagyjam. Na megint a Greed. Jó, arra át tudunk még menni, igen. Hol vagy? Na, itt vannak a piroskák. Jó, Morkitot kéne bányászni. Nem jó. Még nem vagyok elég gyors bányászásban, hogy megengedhessem, hogy piroskájék előtt bányászok. Nagyon, az előbb annyira tápokoltunk, hogy voltunk, hogy hozzájuk szokva, és meg kell szoktam, hogy most gyengék vagyunk. Most nem engedhetem meg, hogy agyatlanul játszak. Dögölj már meg! Na, kis rohadék. Szuper, elemi sebzés, az nagyon jó, köszönjük. Hát most jobb hiány, ezt nem akarok most még költeni újra rólolásra. Dögölj meg, jó. Te is, nagyon jó. A kristályt nem vettem észre. Nem mertem ja. És ott van a rohadt varacskos, nem kell a varacskos. Bár amúgy jó volt, tehát ebbe a körbe, az előző körben jó volt a varacskos, csak ugye annyira... Na... No, annyira RNG függő, hogy arra nem akarok rámenni. Kár. Mindegy, ez most még jó lehet rögtön ezzel én ezt felszedni. Ó, ott a mágnes, azért majd visszamegyünk. Újratöltés, vagy újratöltés? Tűzősága meg a sebzés az alapvetően elég jó. A mindenképpen kell majd, hogy jöjjenek utána, mert az extrém volt. Meg a plazma az megint jó lenne rájuk, hát majd meglátjuk, hogy mi a realitás. Áucs. Benézem a dolgokat, nem baj. Na! Nem láttam az ellenséget, ez most nem Greed volt, aztán még nincsenek ott. Na most... Menjünk és szedjünk cukrot. Cukorból kéne gyógyulni, amikor csak tehetjük, mert akkor kapunk plusz HP-t. Itt hagyunk nektek egy pár izét. Jó szórakozást elők, srácok. Ez plusz 6 HP. Egy ő. El kéne menni a mágnesért. Nem látom, hogy a másik életben maradt. Nem sikerült a boss, béna voltam, teknőc, elbénáztam. Simán ment volna, hogyha nem vagyok hülye. Jó, mit akartam innen még begyűjteni? Semmit. Arany az kéne, de túl kockázatos oda bemenni a üzébe. Most annyira nem aggódok, mert a turretek azok elég jól üzé, meg ugye a kis sokkoló drónjaim is azért területre sebeznek, tehát szerintem ez most jó lesz.
Még megtartottam volna a mágnest. Csak akartam fejlődni, hogy hamarabb megöljem a boss, mert most már félek. Ilyenkor nagyon gyorsak az a baj. És egy kört még biztos, hogy fognak gyorsulni, meg hát erősödni. Bocsánat. Ah, nagyon jó. És szerencsére a másik az elektromos volt, tehát még kaphatom a plazmát. Azért torpanok meg, hogy letegye ugye a zét. Hát egy kicsit az oldalából tudok, nem? Jó, de egy darabot sikerült. Bizgi, bizgi. Na dögölj meg szépen. Lehetne rosszabb is. Egy kis nitrát még beszedünk innen. Jó. Hát ez van technőt. Én is sajnálom, mert simán röhögve megcsináltam volna, hogyha nem bénázom el. Szia, neked is jó estét. Hát jó estét, szép hétvégét írt. Nem tudom, hogy szép estétnek olvastam. Akartam, hogy nincs még este. Mi a helyzet, hogyha letörpölés? Vegyesen Night Hunter. Érzelmi hullámvasút. Szia Robert, neked is jó, neked pedig jó szokatás a streamhez. Na, ez nem lenne hülyeség. Jó. Jaj, gombák, nem akarom a gombákat. Danger and darkness. Here we go. Nitra! Super. Ott még volt gomba, de megyek erre, mert... Erre még egy kicsit... Gyere, dögöljetek már meg! A Istenem, na, most itt át tudok talán menni. Ah, jó. Erre fölfelek... Hát... Ne akadj be! Jó, oké. Kikerüljük őket. Jó. Ó, ott fönt hagytam egy izét. Mindegy, most itt muszáj a körbenni, hátha. Félek, hogy ez greedy volt, de nem baj. Nehogy kibányázz azt a rohadt út bugot. Istenem, de hülye vagyok. Ezt is akarom, azt is akarom, aztán végén semmi nem lesz, csak sebzés. Pedig már előre tudom, mégis csinálom. Ezt hívják ostobaságnak. Amikor tudod, hogy izés mégis ugyanazzal a izével próbálkozol. Jó. Nem, később fogjuk. Pompa. Ez nagyon ritka. Jó lenne, ha megint kapnám azokat az egy helyben állós buffokat, azok eszméletlenül jók voltak. Nem merem nem ráhúzni őket, egyszerűen kell, muszáj. Jó, nem vészes, gyerünk. Vissza kell mennie. Ezért kár volt ezért a sebzésért. Most nincs olyan nagy szerencsém az RNG-vel, de nem baj, még lehet jó. A legutóbb is a harmadik pályán kezdett el táp lenni. Megkockáztatjuk. Jó. A tűzbot az nagyon jó, úgyhogy ez...
Ugye most kaptunk 12% mozgás sebességet nemrég, azért merem lekockáztatni a izét. Nézzétek azt a sebzést. Nem rossz. Jó, tudom, ez sokszor kicsi, de... Jó, ez eddig jó. Szia Zsuzsó, hello, hello. Bomba. Bomba. Ide kéne lepakolni egy pár turretet, azaz. Lehet jönni kis rohadékok. 15-ös szín, mondjuk erre a... Hát, kéne még fejlődni, egy mágnes nagyon kéne most. Nem. Őt már el tudom intézni. Gyűjtögessünk. Ha mágnes nem is, akkor legalább izét. Tűzgyorsaság, az most nagyon fontos. Krit esély, nagyon jó. Páncél is jó lett volna, de ez sokkal jobb. Ezért nagyon kár volt, ez csúnya. Csúnya volt. Ide pakoljunk le. Rootbugot keresnék, hogy hátra találok egy mágnes, de... Lesz még azt időn felszedni? Lesz még jó. Na. Ez, hát itt kint nem vagyok át. Ezért kár volt, de muszáj voltam átmenni. Ez most az RNG, kész. Ezzel nem lehet mit csinálni. Hát nem lett volna már időm megkerülni. Jó, ezzel kell sajnos kezdeni. Marad, ami marad. Igen. What else we got? Yoink. Yes. Hú, ez nagyon jó lenne. Gimme. Ó, így kell kezdeni a morkitos küldetést. Fölszedtem a izét? Ja igen, ezt kaptam belőle. Igen, jó. A küldetés szempontjából jó start. Plazmát remélem, hogy megkapom a türetre megint, mert az nagyon király volt. A elektromosat már nem fogom, mert azt ugye egybe kaptam a mozgóssal. Figyelni kéne a minitérképet, nem agyatlanul belemenni ilyen csapdákba. Dögöljetek meg itt előttem! Isten verje meg! Sziasztok! Rohadjatok meg! Ó, ez baj. Jó. Szerencsénk, ahelyett, hogy egyenesen bányáztam, mondom, jó, inkább visszamegyek gyorsan, még annyira el tudok mozdulni, hogy felrobbantsam, mielőtt... Tehát, hogyha oda megyek és visszamegyek, akkor még felrobban mielőtt izé lenne, utolérne. Aha, ez így a legrosszabb helyen van. Ezt kibányáztatjuk a bogarakkal. Nem látok semmit, az a baj. Nem látom, hogy hol vannak az ellenségek, mert nem figyeltem időbe. Nem szerencsém, nem baj. Sebzés. Ó, lehet mégis elektromos. Jó, hát ne robbanjon, akkor inkább elektromos legyen. És akkor reménykedünk, hogy... Gyerünk! Bevállalom! De ne, akkor gyere! Így felesleges volt. Krit esély, vagy ide újra tört krit esély. Most újra vesszük, hát ha... Jó. Ez a három kéne így egybe. Most melyik legyen? Na ez a szivatás. 270 izé van. De utálom a játékot. Miért egybe adja a három legjobb izét, ami ehhez a buildhez jöhet?
Ó, van meg, és belegyaloglok, mert hülye vagyok. Meg fogok halni. Ki kéne húzni a Krakatau-t is. Kéne még cukrot találni. Nem, azt hittem, hogy beszorultam. Nem. Na ez most jól lehet. Ne szúrjatok meg! Haha, rohadjatok meg! Ott a mágnes, láttátok? Azért villámgyorsan vissza kell menni, mielőtt a kasszaboló megdöglik. Ez a mágnes, ez most megmentheti ezt a ránt, ha sikerül begyűjtenem. Hát ez mind szar. Legyen ez, mert van már két elektromosunk, akkor legyen három elektromos, hát a kapunk jót elektromosra. Jó. Ez most nagy. Igen. Nagyon jó. Nem ideális, de a izé miatt nem rossz. Jó, ez most nagyot fordított ez a mágnes. Jack már nem, Jack sose csalik. Lehet, hogy későn szólom, hogy próbálnak a varázslósta lövésszel. Egész könnyen megkapod, és az... Hát... Már késő szerencsére Hereborus. Nyeh. Ezt jobb szerintem elsőre megkapni, de amúgy igen, lehet, hogy azt kellett volna, hogy azzal próbálkozni. Na mindegy, most aranyat meg ezért nem sokat gyűjtöttünk, úgyhogy ezeket úgy, ahogy van, nem is nézem inkább. Ez amúgy... Ez konkrétan minden egy... Nem tudok... Nem tudok se, hogy... Két rohadt aranya híja, és ez plusz 30 sebzés az összes fegyveremre. Ez csak kettő... Jó, én bekockáztatom. Ez mondjuk nem rossz. Ez mindenhova jó. De ezek legalább jók. Hát... Kevés a páncéltunk, legyen páncélzat. De sose csalik, Hunter. Kikérem magamnak. Gomba. Az a szájba... Szexuált gomba. Egyetértek. És ők hova másznak? Anyátok ágyába mászhatok hajnali kettőkor, jó? Nézd, hogy mennek oda, ahova mennék. Csak kövessenek engem, ne előre elém menjenek. Na, megőrülök. Nice, rohagyjatok meg. Itt fontos, hogy ide bene szoruljunk, ezt majd itt... Aha, jó, ott arra tudunk menni. Borokkal végeztetem a bányászást? Így van. Az nem csalás. Az Hogy fogalmazzak úgy, hogy PC maradjak? Nem tudom úgy megfogalmazni. Jó, ezt majd itt szépen kibányázták nekem, nyenyenye. Jó. Nice. Ezt mindenképpen tolni kell. Hát ha megkapjuk, ja nem, most már plazma nem lehetne, most már elektromos. Akkor hát ha megkapjuk a plusz 1 vagy plusz 2 turretet, az menő lenne. Jó, ezt itt ki kell lyukasztani, mert ezek úgyis itt bent vannak. Gyűjtögetjük szépen össze az XP-t, meg a zalapanyagot. Aha, és még nincs... Ajajajajajajajaj, mi lesz? Hát... Nice. Robbanj fel. Mondom, robbanj fel. Halál. De néztem, igen. Ah, de hülye vagyok. Jó.
ez igen, practice rán volt, most menjünk fúrós sem, mert ma még fúrós nem volt. És már csak fél óránk van, mert sajnos muszáj... Résvágó, ez mi az Isten csinál? Szóval már csak fél óránk van, úgyhogy... ja. Na. Most ez mind megvan, és akkor most mehetünk újra végig sorba az én. Oh. Nice. Ki, hova menjünk fúrni? Szerintem ez a legjobb. Vagy, hát a kettő közül mind a kettő jó, amúgy... ezer szikla és kő. Tökéletes. Előre megfondott taktikai terezés. Így van. A vallató. Jó, kezd a lángszóróval. Viszont nem, nem, legyen a bányászós. A bányászós az fán. Find and eliminate the dreadnought. Morkittal kezdünk, az öröm és boldogság. Nice. Jó. Okay. Kár, hogy egy erre szar fegyverre kaptam. Jó, nem rossz egyébként ez se. Minden fegyver lehet jó, hogy csak tudni kell használni, ugye én ebben nem vagyok híresen jó. Hol van a morkit amúgy, mert én még nem láttam. Most még a TP gyűjtés az jó. Arany is van, morkit még mindig nincs. Dűneket, így, így. Megyek moziba dűnét nézni. Köszönjük. Piros kellő, most le kéne lé... Jó, meghalt, nagyon jó. Ouch. Na nézzük. Mire menjünk? A lángszóró az vele nagyon jó. Tehát a lángszóró meg a savas az jó volt. A kézigránás sem rossz, mert ez ugye robbanós. Mennyi, legyen egy lángszóró. Lángszóró az eddig mindig bejött, csak ugye kell hozzá majd az a fejlesztés, ugye, hogy több csóválja legyen. Tehát, hogyha mondjuk vele is megkapnám az egy helyben állós boostokat, az vele nagyon, nagyon menő lenne. Ezt felrobbantjuk, miért ránk robban. Begyűjtjük a maradék morkitot. Well done, you got them all. Swarm detected. Get ready, they'll be with you shortly. It'll do. Kikerüljük inkább őket, köszönjük. Bízunk magunkban. Yes, yes. Ó, a robbanós se nem számol. Ja, a virág volt szerintem, nem is. Ouch, de robbanós volt, nem láttam, hogy van már robbanós. Nem baj. Na, mit csinálsz, Jack? Túlzottan is bíztunk magunkban. És mind a kettő robban, nem. És jön már a savköpünk, az baj. Mi ez a szar? Gyűjtögessünk. És majd ráhúzzuk a savköpőre a... Ouch! Csak hülye. Ráhúzzuk majd a savköpőre a izét. Kritesély, tűzgyorsaság. Mik ezek a fosok most? Nincs most szerencsénk. Ilyen random dolgokat is bányászok, mert ugye meg kell legyen az ezer szikla. Nem, nem ehhez lassú a savköpőkém. Vagy én vagyok túl gyors. Jó, nem baj.
Á, úgy ezt benéztem. Na. De menj már bele azért. Hát... Megkockáztassam, hogy inkább ezt. Mennyi? 20% tűzösség és újra tűzösség, hogyha eleget állok egy helyben. Mondjuk a izé miatt nem tudom, hogy ez mennyire jó. Nem, ez túl jó. Ezt egyszerűen nem hagyhatom itt. Megint a három jót kapom egybe. Ezt nem tudom, hogy hogy sikerült. Szuper. Rohadjatok meg. Mi sebzés. Hát igen, ez szinteződhettem volna még többet. Jó. Puti, puti, mert lassúak vagyunk. Egy. Rohadj meg. Jó, hát egyértelműen ez. Ez nem fontos, ez jöhet. Meg az, ez is, hogyha van rá pénz, van. Nagyon jó. Újra rollolunk, és még valamit veszünk. Kritikus sebzés, vagy szerencse jöhet. Ezt nem látjuk. A 35%-os sebzés. Most nagyon jó lenne. Becsapós, hogy mennyit... Jaj, majd gomba. Becsapós, hogy mennyit számít egy-egy epic vagy legendary upgrade. Meg tudja fordítani a játékot. Bocsánat, telefon. Elnézést. Na itt vagyok, elnézést. Nem nagyon tudtam közel figyelni a játékra, de egyeztetni kellett. Most teljesen kizökkentem. Azt látom, hogy TP gyűjtési mértéket az végtelenség kapom, csak... Hogyha az összes upgrade-em TP gyűjtési mérték, akkor hiába. Kicsit mérges vagyok, hogy szinte csak azt kapok zöldet, meg ízét, hogy még több TP, csak... Jó lenne, hogyha lenne is értelme a több TP-nek. Így állunk. Ott egy mágnes, jó. Lehívtam már a izét? Nem, még itt sincs. Jó. Mágnes látom, igen, igen. Azt mondja, meg kéne őrizni, az, az igazság. Nem tudtam mit csinálni. Nem akartam felsz... Kritesély. Most szintén egyébként meghal... Tudom mit, tudjátok mit? Meghalunk. Ez, hogy csak és kizet a crit esélyt, meg ezért kapok TP gyűjtést, ez kikészít. Inkább kezdem újra egy értelmes rannal, mint hogy ezért pontosan csak szar upgrade-eket kapok. Ez semmi értelme. Most szerintem visszanézném ezt a kört, szinte csak ezért kaptam. TP gyűjtési mértéket, mert nézzétek, 130 000 sebzés. Full gagyi volt ez a rem. Time to turn up. I'll try on Hazard 3. Vagy menjünk full elemire? Nem jó volt a fúrós, fúrni kell ez a küldetésünk. Mit csinálunk? Ja, Morkit mindegy, szóval kiszedem, aztán fölmegyek motort rögtön Morkit. Itt sebzés, nagyon jó.
Kritsebzést ezért nem kaptam, csak krit esélyt. Ó, rohagy meg, aztán végigmegy a láncreakció, de nem fog. Sebzés, ez jó. Időre figyelj, ja, figyelek, hát most nem, hogyha egy pár perccel kicsúszunk, ezéből nem baj, nem kell azért rohannom. Ilyen óra tízig belefér. Ugye azért is haltam meg, hogy legyen egy normális körünk, meg semmi értem, hogy végig szenvedem az előző kört, full unalmas, meg agyi upgrade-eket kapok, és utána már nincs időnk még egyre. Azért haltam meg, hogy legyen időnk, vagy adjak esélyt egy normális körre, mert az már... Ouch! Annak már így is úgyis mindegy volt. Amúgy is szarul ment, meg ugye közben ez a telefon, ez... A crit esély, és ez is szürke. Jó, tudom, most én nem sok, de kaphatnék bányászást, mozgássebességet, nem? Ehhez a fos vizéhez kapok upgrade-eket. Meg szürke crit esélyt, ami már az előbb is nagyon vidám már tett. Na. Melyik legyen? A savas az jó, a savas az jó volt. Szerettem. Az eddig mindig jó volt. A hullámsütő sem rossz. Az ugye annyiból jó, hogy az nagyon, ugye az egy targetet nagyon jól beüzél, vagy hát egy területet. De ne hív. Na, még ma? Valami? Jó. Most hát nem jó, de ahhoz képest, amiket most kapok, ahhoz képest 5% sebzés minden, de az jó. Hehehe, kis rohadékok. Ki lettek trükközve, majdnem tökéletesen. Ouch. Hogy fogom ezt? Elemi sebzés az jó. Főleg úgy, hogy szeretnék majd... ...izét. Jó. Nem jó, ez jó. Most legalább nem mindegyik volt jó, és ezért nem fáj a szívem. Ouch. Krakatau öltönön is jó lenne, vagy az, hogy a lángszóró. És akkor legyen egy újtós, és hát kapják szépen a dotot. Ez nem rossz. Ott a izé, azt majd összeszedjük. Köszönöm, most még le tudunk menni egy kicsit bányászni, vagy valami, meg gyógyulni. Most kéne még nitrát szedni. Ez is jó, ez is XP. Aha, ez baj. Haha, gyorsabb vagyok, kis genyók. Nice. Jó, és akkor most mehetünk a... Ezért... Nem akarok most grídelni, beszedjük a mágnest. Mert itt már jártunk rosszul. Hát ez nagyon jó. Ez még jobb. Ez még jobb, kritsebzés, TP-gyűjtés, meg a fos fegyverre azért. Na, mintegy 45 aranyunkba került csak, hogy kapjunk egy KB normeset, és most meg... Na, most legalább jókat kapok. Ezek legalább jók voltak.
what's on the menu, more bugs. And they're pissed. Jó, ez most. Élettartalmi plusz egy sugár. Kérdés nélkül plusz egy sugár, és... Na melyik legyen? Legyen ez! Jobb talán a Krakata úr, csak akartam már egy ilyen buildet, hogy jönnek belőlünk a mindenféle sugár fegyverek. Yes, jó, megérte körbe menni. Nice. Ez nagyon jó. Mellé jöhet ez. A jó crit sebzés nélkül nincs, ezt megtartjuk a pénzt, nem érdekel. Az, hogy olyan kicsi a crit chance-em, 10-ek annyira nem kevés, hogy nem akarok rámenni crit sebzéssel drága pénzért. Jó, már 500 izét, amit kibányáztunk. Azért is bányászok, mert értitek, ez a quest. Jó, ezt majdnem benéztem. Sabban úszik az egész pálya. Ouch. Persze, hogy ne végén mindenből négy, az lenne az jó. Olyan lennék, mint egy ilyen sprinkler rendszer. Ugye amortitot kell gyűjteni, csak azt még nem láttam. Aha, hát ez... Ez az én hülyeségem volt, ezt benéztem, nem baj. Amortitot adjál? Az arany is jó, de azért na. Az meg a nitra, nem a morkit, de nem vagy odalentre, mert adott egy kis morkitot. Bele a lávába természetesen. De nem tudok mit csinálni. Ez van. Jó, ugye ettől csak kettőket sebződök, tehát nem ez fog megölni. Haha, kikerültem a szarodat. Nice. Most permetezzél? Azaz. Ugye ez nem rak rájuk ilyen extra... De rak, jó, ez is rájuk ragasztja a savat, jó. Ouchi. Innen most menni kell. Sebzés. Ezért kár, erre nem számoltam, hogy ilyen gyorsan itt lesznek. És ahonnan jöttem, egyenesen oda rakja vissza természetesen a landing zone-t. Ez mindig azért csinálja, hogy ne legyen könnyű dolgod, vagy hát nem mindig, de mondjuk 10 esetből 8-szor. Ouch. Bele kellett volna mennem a lávába, nem tudom miért nem mentem, hülye vagyok. Folyamatosan sebződünk mindentől is, mert... Egyszerű vagyok, sajnos, mint egy fajék. Gyerünk. Meg tudjuk várni? Meg! Jó. Kicsit rossz most, hogy csak területi sebzésem van. Na, ez baj. Itt most keresztül futunk. Nice, most kéne egy mágnes. Most valami jót adjál. Hát, ez jó szar. Nagyon sokat számítanak a supply podos izék, és most nagyon szar, és most szartatom. Ott egy mágnes. Az viszont jó. Az viszont jó. Sok volt megint szétszórva, nehéz fegyver, hatótávolság vagy újra töltés, hatótávolság. Ez szar. Sebzés.
Üretöltés. Jó. Most kéne olyan, hogy elemi sebzést kapjunk. Igen. A single target sebzésem nagyon rossz, tehát ezzel még, hogyha el is jutnék a bosszig, is esélytelen lenne. Bár fene tudja. Lehet, hogy nem mert tudnék annyira menekülni elő, hogyha sok a movement. Ja. Ott az arany benne a lávába, persze. Új, attól ott vigyázni kell. Jó, megvan az 1000 kő. Nice. Azt akartam csak, hogy meglegyen, a többi már nem annyira érdekel. Nem hiszem, hogy ez lesz ez a kör, amikor eljutunk a bosszig. Főleg nem így, hogy bénázok. De azért megpróbáljuk. Csak a második pálya, hát és... küszködök, mint disznó a jégen. Ajaj, sokan vagytok rosszak. Á, itt a vége. Adjál cukrot. Egy valami. Oké, hogy most ő megdöglik, de... Hát... Itt a vége, srácok. Asszus kulcs. Á, mindegy, a küldetésnek el meglett. Jó ez a permetezősdi. Dobófejsze. Na az lenne még egy... Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Áj, franc, egye meg. Azt is ki kell majd próbálni. Így. Mindig próbálok arra kötni, tehát hogy nem venni alapanyagot, mert ez nem megérős, mert úgyis van olyan, amihez van alapanyagunk, bár most éppen szerencsére már nincs, csak pénzünk nincs hozzá. Hát jó. Ez van. Voltak azért most szép körünk. Hát értettem, hogy a legszebb körünk az azzal a subclass-szal volt, ugye, amit a legjobban utálok, ugye ez. Itt a mérnöknek ugye a barkácsa. És hogyha nem vagyok olyan... Ó, azért még mindig mérges vagyok. Ha nem vagyok olyan béna, hogy ott benézem a bossnál a sziklát, és csak a boss figyeltem, hogy hova ugrik, vagy nem, hogy mikor ugrik, és nem azt nézem, hogy én hol vagyok. Ha azt nem nézem be, akkor simán megcsináltuk volna a boss-t is. Ilyen szemben ez most egy gyenge rám volt. Konkrétan megcsináltunk itt egy küldetést, itt egyet, és fogd be a pofád. Összesen két küldetéséget megcsinál, hát nem volt erős, de nem baj, lesz még, most tolnám amúgy még, nagyon lenne kedvem, csak viszont mindjárt indulnom kell. Ugye srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap valószínűleg találkozunk, még nem tudom mi lesz, 99% hogy lesz valami live, még majd kitalálom, mi. Attól függ, hogy mikor érek haza. Esetleg még várható, talán picike, nagyon picike eséllyel egy valami nagyon laza beszélgetős live, valami ilyen agyatlan, ilyen nem figyelős, tehát nem olyan, mint ez, hogy benne kell lenni és koncentrálni. Bár amúgy ezt is lazán kéne játszani, és akkor jobban menne, el kell engedni, nem kell rá, nem mindegy. És azok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, holnap találkozunk valószínűleg, mondom, majd nagyon picike esély van rá, azt majd meglátjuk. Úgyhogy, ja, mindenkinek a legjobbakat, minden jót a hétvégére, még szombat korán van, úgyhogy csináljátok majd programot, vagy pihenjetek, vagy akármi, legjobbak a srácok, van a szeg, akkor holnap, nagyon kis esélye, ma este találkozunk, mindenkinek a legjobbakat, sziasztok!